Király, király, a béka király. Quack, 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 quack. És csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Hogy megtöri csókja a boszorkányát kád. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán, mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, a béka mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsókol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül beked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsókol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül beked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyermekmentő. Király.
lehetne időm. Vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érette napkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, seltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány elkel. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedő nincsen játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. A de kombiné, kombiné, a tűkész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásportól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap felkel, férjet kerítünk és a jány. Ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló.
Sziasztok! Igen, Fall Guys Live lesz, abban nem hazudtam nektek. Csak hogy értelmezzük kicsit mindjárt. Sziasztok! Magdolna, Hudak, Umarucsen, Fanni Sós, White Kagen, Zoe, Jengülmor, Ebi nem hal, Beatka, Zoe, Potato Tiger, Bogi, Bernadette, Kiru Cicu, üdvözöllek titeket! És itt kérdeztétek is, hogy egyrészt miért zöld a nevük néhány embernek, ők tagok, hogyha szeretnétek tagok lenni, csekkoljátok a kis dollárjelnél, és 200 forinttól 1400 forintig vannak tagságok különböző jutalmakkal, és közben meg is válaszoltátok ti is. Fanninak gratulálunk, hogy életében először rendelt pizzát, én írtam is közben, hogy én mindig is féltem gyerekként rendelni, és üdvözöl, igen, itt van még Esi, Krisz Berta, Liba Pipa, nektek is üdvözlet. A cím az hazudtam, de ők is, ez nem igazi clickbait, mert valós. Szia Anna Bátori. Mert hogy gyakorlatilag, amúgy lehetett volna az, hogy beteszem ezt indexképnek, és más játszunk. Ezt most, hogy írod Veronika, simán megcsináltam volna, na majd április 1-én. Na jó, nem, azért arra kreatívabb leszek. Tehát, hogy ugye volt egy live-unk, hogy az utolsó live a szezon 1-ben a zuhanó fiúkkal, vagy skacokkal, és hát látjátok, szezon 1, és újra live van, de ez azért van, mert ők is hazudtak, ugyanis ki volt írva a Battle Pass-hez, hogy egy nap, de hát ez két napja ki volt írva, hogy két nap, és most egy nap, mert tegnap meghosszabbították, tegnap megint két nap, ma megint egy nap, tehát holnap még tudtok szintelni, én szinteltem is 39-re délelőtt, és dupla XP van, hát ha én tudtam volna 37-esről 38-ig, vért izzadtam 2,5 órán át, hogy fél szintet lépjek délelőtt, majd estére dupla XP-vel simán meg lett volna, úgyhogy most addig megyünk, amíg a 40-es szintet elérem, és jó játékot mindenkinek, és így azt jelenti, hogy én holnap már dolgozok szerdán, csütörtökön Fall Guys-ból szezon 2-es premier, tehát hogy egyből live, hogy amint kijön, nyomatom a live-ot nektek, illetve pénteken pedig biztos, hogy SSO-zunk az új vadlovak miatt, amit megtudtam, hogy nem őslovak, tehát nem váltanak szint, és bennmaradnak örökre, úgyhogy ha bárki kérdezi ma a live-ba, Bogi és a Modik nyugodtan írjátok, pénteken lesz SSO, csütörtökön Fall Guys szezon 2, a hétvégét még nem tudjuk, lesz Among Us, ha lesz, de ha beosztanak dolgozni, akkor sajnos nem lesz, akkor csak utána való héten. Ennyit tudok, és közben meghívom sorrendbe az embereket. Azért mondom, hogy sorrendbe, mert Csengettyű már fenn volt, és ő hívott be játszani, mikor mondtam, hogy indul a live. Aztán mondta Kagan is, hogy jön. Ő is itt van, és Bogi is, és látom, hogy Cápacica is Fall Guys-ozik, hogyha majd jön live-ba és szeretne jönni, akkor majd cserélgetünk embereket. Így van, Diszti, nyugodtan be lehet jelölni, ugye Steamen kell bejelölni, a leírásban van a barátkódom, hogyha nem tudsz bejelölni, mert nem vásároltál semmit, bár ez kétlen, mert megvan a Fall Guys, tehát vásároltál, úgyhogy be tudsz jelölni. Igen. Milyen napotok volt, közben meséljetek még arról. Én meg most is félek néha rendelni, mert nem akarom erőltetni a telefonszámom, mikor diktálom, és egyszer sikerült is, de szerencsére elrontani. Újra kérdezték, nagyon jó volt. Nem tudom nekem, de fogadjátok el, Bogi meg Csengettyű, ha nem tudjátok elfogadni, akkor indítok nélkületek egy kört. Csak meg Kagan, meghívtalak mind a háromótokat. Tehát, hogy nem tudom, én gyerekként mindig ilyen stresszes volt, hogy de miért kell beszélni meg minden, miért nem... Most már jó, nyilván én netpincéren szoktam amúgy rendelni esetek 90%-ába, néha pedig a Dompepe weboldalán, de hogy én jobban preferálom az online rendelés, mint a szóba. Nem jelzi. Hát pedig hívtalak, Bogi, bár Mutko is unokaöcsém mondta, hogy neki se jelezte, én benyomtam nektek, Csengettyűnek is, Boginak is és Kagánnak is. Na már valaki megjött, és most készültem tollal meg papírral, hogy felírjam, hogy ki kicsoda, tehát 41-77 az melyik őtök? Tényleg most már vezetni fogom, hogy megtanuljuk a szezon 2-re, hogy ki kicsoda. Ki a 41-77? Az a Kagan, rendben van. Felírtam. Láttam, Lili is bejelentkezett. De még a live-ban nincs itt. Figyeljetek, én még egyszer megjött Bogi talán. Bogi, te vagy a Kakas vagy Csengettyű? Mind a kettőtöket hívlak újra folyamatosan. 76-63. Ezt is felírom a papírkámra. A Kakas, te vagy, Bogi? Én egy óráig ellenőrizgettem mindent. Hát figyelj, ez ilyen.
Jó, Bogi, fölírom, te vagy a 76, 63, jó. Fölírtam. Jó, rendben, nyugodtan írjatok. És hát akkor kezdjünk hároman, mert csengetyűt nem tudtam elérni, de majd lehet, hogy meccsbe van, de majd ha jön itt a chatre, akkor utána őt is behívjuk. Cserepes virág lettem, kis köcs, akarom mondani, csak cserepes virág. Hát Lili, hogyha csengetyű nem jelentkezik, akkor már jöhetsz. De először neki ígértem meg, csak még nincs itt a live-ba. De jó pizzáért mindent. Na és milyen ízű pizzát rendeltél, Fanni? Azt nem is mondtad tényleg. Én meg elárulom, somlói galuskát ettem. Igazából nem rossz árba van szerintem. 3,85 a boltba. Megkívántam, aztán most tettem. Azért... A modik tudják, hogy hamarabbra mondtam a live-ot, de azért csúsztunk, mert zabáltam. Ez van! Ezt kell szeretni? Ki szereti a somlói galuskát? Egyik kedvenc desszertem. Oké, Silver valaki baráthoz ad, akkor az lehet, hogy te vagy Diszti. Mindjárt elfogadlak. Meg azért is jó, mert például tegnap sorsoltunk játékot is, és úgy azokon is részt tudsz venni. Ha lesz újra sorsolás. Szia Riding Friends SSO, fú istenem. Még nagyon korán van nekem. Giroszos, azt szeretem én is. Csengettyű. Ja, enni voltál, semmi baj. Lili, akkor még előtted bejön csengettyű egy vagy két körig, és utána jössz te úgy neked, jó Lili? Mert úgy tudom, hogy még a csengettyű sem maxos szintű, te meg már maxos vagy, és akkor hát, ha együtt a Mongufta csapattal előrébb jutunk, mint egyébként. És most azért is mondtam, hogy pénteken biztos, hogy... Hát ha nem osztanak be dolgozni, ez mindazon függ. Tehát oké, én mondom, hogy csütörtökön szezon 2, és pénteken SSO, de azért ez sajnos változhat, de arról értesítelek titeket. De azért is mondtam, mert most annyira tetszenek ezek az új vadlovak, hogy én nagyon akarom azt live-ba élni, hogy azzal játszunk. Tehát, hogy pénteken nagyon akarok egy hosszú SSO-t. Aztán majd meglátjuk, hogy egyszerre mennyit hoznak be. Én úgy hallottam, az egyik szín az appos lesz. Az egyiket elneveztem Zóni apjának, mert félig csíkos, csak azt kell megtudni, hogy melyik póni az anyukája. Azt meg szeretném majd venni, meg a képen látható bal oldalit. Laza 14-es, miközben pofázok. Nem jött értesítés. Ezért tegyétek ki Instastory-ba, ezért szoktam mondani, mert mostanában nem küldi a YouTube. Most megint szarakodtak a YouTube-on, a beállításokban, meg minden, és észreveszem, hogy nagyon ritkán küld értesítőt. Meg sokára. Tehát, hogy mondták, hogy sok a 10 perc a számláló, hát én 1,5 percnél kaptam kb. Értesítést. Imádom a gesztenyek pürét, ezt is imádom. Ú, Jana szerette egy időben nagyon. Cicám is nézi, üdvözlöm a cicádat, rendben van, Diszti. Ó, nekem az egyik kedvenc édességem a somlói galuska. Mi ez a diszkrimináció, hogy én maxos vagyok, nem vihetek, tudom. Tudom, persze, hogy nem úgy. Hitparádé. Aztán egy utoljára kiéljük a live-ba a dolgokat, mert nagyon kíváncsi vagyok, kicsit beszélgessünk a szezon 2 előtt még így az utolsó gondolatokról. Szia Lara és Bányai Beatrix, szia Bea. Tehát, hogy kíváncsi leszek, hogy bejön a season 2, az addig okés. Kapunk mondjuk 15-20 új pályát, mert elvileg 21 vagy 25 pálya van, bár nem mondanád meg, de annyi van, higgyél nekem. Néztem statisztikát, meg egy ilyen elemző videót. Tehát, hogy bejön a Season 2, ugye láttuk már, hogyha nem láttad, volt egy olyan, hogy nézzük meg a Season 2-t, vagy valami hasonló live, amikor bemutatták a pályákat, hogy középkori tematika lesz, sárkányok, varázslók, bossik, stb. A Battle Pass-be is. És én arra leszek kíváncsi, hogy csak az új pályák lesznek, vagy az új pályák lesznek mondjuk 80%-ba, és random néha egy-egy ilyen régit is bead-e. Ezt gyönyörűen benyaltam. Tehát, hogy egy-egy ilyen régi pályát bead-e, vagy ezektől végleg búcsút mondunk, és akkor azt mondjuk, hogy bye-bye, ez eddig volt, tanuld meg az új 25 pályát erről. Ti mit gondoltok? Aztán utána mondom tovább a gondolatmenetem. Vacak az egész rendszere a YouTube-nak. Hát igen, tapasztalom. Pár nap múlva szül a cicám, nem kell majd kis cica? Hát nem, mert nagyon keveset vagyunk itthon, tehát nem tudnánk rá vigyázni, úgyhogy azért is nem, nincs új állatunk Muki óta.
Bár a YouTube mellett szóljon, hogy idén az egyetlen jó, vagy hát két jó dolog, ami történt a YouTube-bal, ugye az egyik az az, hogy 10 perces helyett már 8 perceseket is teletömhetik reklámmal, ez relatív, hogy jó vagy nem jó, szoktam mondani, ha végignéztek egy reklámot, az nekünk több bevétel, én hálásan köszönöm, ha nem klikkelitek egyből át, igazából ez az egyik, de ezzel vissza is lehet élni, hogy sokan kicentizik a 8 percre. Én nem centizem, én nekem olyan negyedórás videóim vannak, ha videót veszek fel, vagy sokkal kevesebb. Ez az egyik. A másik pedig, hogy most már a bevételnek úgy van, hogy eddig 70%-át kapta a videós, és 30%-at a YouTube, most pedig már csökkentették, hát nem, vagy nem is, bocsánat, rosszul mondom, 60%-át kapta a videós, a banán elé nem ugrok be, és 40-et a YouTube, ugye az soknak tűnik, és csökkentették, hogy 70-30 lett a 60-40-ből, az a 10% is sok, higgyétek el. Bár hozzáteszem, mi még mindig kis bevételről beszélünk, de az bőven elég arra, hogy olyan játékokat tudjunk hozni, amit szívesen látok, meg majd szeretnék egy új fülhallgatót venni, idén még az a terv, aztán meglátom, hát ezt elbuktuk. Nem tudom, ti bejutottatok-e, kell nekem itt pofázni a tervekről, de lehet, hogy már csak jövőre lesz belőle, mert ez egy ócska Tesco szar. De hogy ez a kettő jó újítás volt a YouTube-tól, hogy legalább 10%-ot még odaad a gyártóknak, a videókészítőknek, ezt preferálom. Preferálom! Pár nap, igen, ezt olvastam, szerintem az is lehet, hogy az összes pálya átalakul season 2-essé. Hát nem tudom, és akkor például amiket mutattak az elején, azok hogy lesznek? Bennmaradt valaki, vagy kiestetek? Kagan kiesett, te Bogi? Még írd meg Bogi, és akkor azon múlik, hogy folytatjuk-e. Ezt a pályát utálom legjobban, én nem. Szia Szabina, és szia Zsebi Baba. Na most nem tudom, hogy a Zsebi Baba az egy kamu fész, vagy kamu fiók, vagy az igazi TikTokos Zsebi Baba. Mindegy, üdvözlöm, nyilván. Kiestél? Akkor ez felesleges néznünk. Viszont ugye régen egy pályáig kaptunk 15 pontot, most meg 162 a 3, de tehát gyorsabban fogunk haladni. És akkor először csengettyűt hívom. Mindjárt megtudjuk csengettyű számát. Nyugi, igazi vagyok. És hogy keveredtél erre a csatornára, ha tényleg így van? Fölírjuk. 1047. A csengettyű. Illetve hogy vagy? Mehetünk. Valamelyik körben mehetek, számom. Diszti, rendben. Majd akkor fölírlak téged is, Diszti, és Lili is. Akkor lesz majd, hogy cserélünk, akkor maradjunk annyiba, hogy most két kört megyek ezzel a csapattal, tehát hogy két game overig, és utána akkor Diszti és Lili. Csak fordított sorrendben, mert Lili hamarabb kérte. Felírtam. Jaj, de utálom a C-sót, hát persze, a legjobb pályával kezdünk. Á, értem. Hát tényleg, hogy nem nagyon van. Szia, Vorello, Mizu. Mert általában, akik amúgy a Fall Guys streamelik, viccen kívül ők Twitchen vannak. Tehát azt tudom, hogy például Norbert YouTube Twitchen tolta, akkor Nessai Twitchen tolta. Dogi Andiék szerintem csak egyszer játszottak, vagy kétszer Facebookon. YouTube-on kevesen játsszák. Az tény. Úgy de szépen átsétáltam. Követem a kis kékséget. Aztán vagy bejön, vagy nem. Igazából a C-show-nak a lényege, hogyha az elején elkapod a fonalat, mint ahogy én próbálom, akkor át nem buksz. Mint ahogy láthatjátok, egész gyorsan végig futunk rajta. Konkrétan top 3 lesz. Na, ilyen köröm se volt még. Második. Top 2. Köszönöm szépen, jól vagyok. Lassan majd nekem is kéne újra tiktokozni, pont beszéltük Janával egyébként, hogy mióta meghalt a tengeri malacunk, azóta nem tiktokoztunk, de lassan majd kéne. Elkapta a kutyám a kenelköhögés, szóval még vigyázok terhes cicámra. Szia, Sheepboy! Na, volt Covid-teszt, vagy nem? Már bocs, hogy így nyilvánosan megkérdezem, de annyit tudhattok, hogy Sheepboy iskolájában
sokan covidosok a tanárok, meg egyébként más iskolákban is, és akkor ezért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy volt-e teszt vagy nem. Na oké, Riding Friends, ha te is szeretnél jönni, akkor jöhetsz majd a két kör múlva. Oda még elvileg beférsz, és akkor háromas csapatcsere. Csak Riding Friends, az a kérdésem, hogy te ismerősen vagy a Steamen, ha nem, akkor a barát link a leírásba. De ez mindenkinek szól, aki szeretne fallgászozni akár így élőadásba. Én meg most nem nyomtam át rátok, mert itt közben jegyzeteltem. Tovább jutottatok? Ez egész 7. osztály tanul, mert vannak koronások, plusz alsóba is, hát ez ilyen. Nyugodtan kérdezem, hogy még mindig nem, de szerintem holnap jönnek. Ó, az nem jó csengetyű, nem baj, addig játsz egy kört, ha úgy van. Gyakorlat teszi. Mondjuk most már másfél napod van gyakorolni ezekkel a pályákkal, de a Season 2-ben nekem is többet kell gyakorolnom, mert tapasztaltam, hogy ha nem sokat játszok, akkor nekem se úgy meg. Dark Beast Warnak köszönjük szépen, hogy kitettétek azt, hogy megy a live. Instagramon, sztoriba osszátok, hogy minél több emberhez eljusson, hogy éppen már zajlik a Fall Guys live. Köszönöm szépen. Mongufta Family néven találnak meg, akik még esetleg nem követtek be. És hogyha jól érzed magad, dobj egy hatalmas lájkot. Hát ezt gyönyörűen elbaltáztam. Nem baj, nehéz kezdés után szépítünk. Konkrétan. Ó, sokan leszünk Fall Guys-ba. Látom, most unokaöcsém is bejelentkezett. Ciao, Nándor, mi újság? Üdvözletem. Na, ezt gyönyörűen elkúrtuk. Jön a dinnye. Két nagy görög dinnye. Ez megvan amúgy, tehát benn vagyunk. Megkaptam az unikornis szarvat, meg a lepke szárnyat. Elvileg azt sokan megkaptátok. Mindenki azt kérdezgeti, hogy ki igazi. Megjött a pizza. Egészségedre. Én nem tudom. De ha igazi, ha nem, itt van. Sajnálom, Bogi. Na most jön az a pálya, ahol tényleg koncentrálni kell. Mire én ezt megtanultam, hogy kell átvinni? Hát emlékszek, körülbelül majd egy 3 hétig ezt a pályát át se bírtam vinni. Aztán majd most meglátjuk, hogy beégetem magam és nem sikerül, vagy véletlen sikerül. Nem, amúgy van titka, hogy mikor sikerül, mikor nem. Nézzétek a sok idiótát, lökjétek fel egymást, ennyit tudtok. Meg engem is lökjetek fel, jó? Másra se vágyom. Jó, ezt a golyót elengedjük. Na, azt meg telibe kapjuk. És most ne lökjetek el, please. Jó, nagyon szép. Na a hotdog. Pedig sok esetben örülne az ember, ha egy hotdog a fejéhez vágódna, de jelen esetben kevésbé tudok örülni ennek a szituációnak. Azok hagyj menjenek már el. Na, beálltunk a hülye vonatba, lökjél le, köszönöm. Köszönöm, megérkeztek az idiótok. Na ezt kellett volna elkerülni, hogy bármelyik idézőjeles kis taknyos beálljon ide középre, de hála az égre, égnek leesett. Opa, Tukán! Szia, Tukán! Viszlát! Koncentrálunk. Majdnem. Így. Nem. Meg vagyunk.
Így szépen. És a sok hülye megállt az ajtóba. Hetedikként tovább jutunk, teljesen jó. Hát Zsombor, most azt mondom egyelőre, hogy egy közeljövőben nem, mert hároman is várakoznak két kör múlva arra, de fölírtalak utána. Szia Dorka, mi újság? Trollkodnak, Bogi? Nyugodtan nyomhatod. Ja nem, hogy ilyen nagy betűkkel írnak, vagy mi. Á, értem, hát majd rákeresek. Hali Hanna. Na, megyünk tovább. Van még benn valaki rajtam kívül? Tehát, hogy ezt a pályát amúgy így meg lehet csinálni, ha koncentrálsz. Én eddig itt soha nem estem ki. Wow, akkor te nagyon pró vagy. Én nekem nagyon sokára sikerült ez a pálya. Árpád hiszolsz, közel laktok? Hát ennyire izé információt amúgy nem szoktunk kiadni, de amúgy nem. Nem. Az őrsvezérteréhez lakunk közel, ez nyílt titok, ezt már többször elmondtuk. Az őrsvezérteréhez lakunk közel, de azért pontos infót maximum privátba, hogyha... Mert volt már olyan, hogy valaki mondjuk találkozott velünk az Árkádba, hozott ajándékot, meg csomagot, és akkor izé beszélgettünk vele, meg ilyenek. Ilyen volt. De általában azért szoktunk az ősre mi kimenni Janával. Meg kell szereznem valaki farkát azonnal. Ez egyéni? Az. Új, de utálom az egyéni farokszerzőst. Mert reggel is az volt, hogy végig rajtam volt, és az utolsó, szó szerint az utolsó egy másodpercbe szedték le. Ugrálja. Basszus. Azt hiszem eddig tartott nekünk a game. Átállunk erre. Hát, ha hibázik egy ugrást. Milyen jó, megmondtam. És visszavette. Azzal a lendülettel. Basszus. A kis faroklopó tolvaj. Ez nem jó taktika. 26 másodperc közben látom. Szereznem kell azonnal egyet. Nem bírom elvenni. Rosszat fogott meg? Vége. Levettem! Utolsó egy másodpercbe! Levettem! Szia Dorottya Szlovák! Na, gratulálunk, Nándor! De amúgy igen, GG, köszi! Na, finálé! Utolsó egy másodpercben, én se hittem volna! Hexagon! Jó. Mély levegő, és nyugalom. Heten vagyunk. Meg kell csinálnom. Oké, okay, nem baj. Elcentiztem! Basszus! Shit! Szétizgulom, elcsesztem. Nyugi Dave, nyugalom.
bassz meg, essetek már ki! Áh! Vegyétek el a fülest! Ezt nem hiszem el! Fú, de rohadt fönt volt! Hajszál! Üdvözlök közel mindenkit! Én szóltam! Szia csuszi! Démonja. Nem baj! De ne tudjátok, hogy dobogott a szívem, basszus! Soha nem voltam ennyire jó még live-ba. Attól nem sikerült. Rendben, rájöttem. Mert második kör veletek, és utána jön a csere, föl van írva egy kör pipa. A P betű megnyomásával tudtok invite-olni. És üdvözöllek Viola, visszanézem a csetet, amíg ott próbálkoztam. Szia Sketty! Enikő Vitéz, téged is üdvözöllek. Na Connect Error, akkor újra hívom, akikkel voltunk. Gyertek újra. És Hali Anna és Zoe. Le kell higgadnom, nagyon-nagyon fölcseszte az agyamat, hogy nem sikerült, na mindegy. Nyugalom, Dave. Ez csak egy játék. Dave, az én lelkemből üvöltöttél, mert én a gyümölcsösen voltam előbb. Ó, az is ilyen favorit pálya, igen. Jó, nem baj. Itt jön ki, hogy nem játszottam Minecraftot és nem TNT-re noztam. Azzal jó rá lehetett volna edzeni a pályára. És tényleg üdvözlök mindenkit, én örülök, hogy ide tévedtetek. És tényleg gratulálunk a sok feliratkozónak, meg Zsabi Babának is köszönjük, hogy benézett. Közben megkaptam üzenetbe, priváton, hogy tényleg ő az igazi. Hát ezt azért kell játszani, mert sokszor voltak már, hogy kamufészek, vagy kamuakkokkal jöttek például Cresszer, meg hasonlók, viszont ugye szoktak jönni random Fortnite-nál, és volt, hogy a Fortnite játékosok egy része bejött, és tényleg ez tök megtisztelő, és jól esik, hogy benéztek. Mert én még kis hal vagyok hozzátok képest. Biztos van Csuszi démonja, mert szokták kérdezni, hogy lesz-e Brawl Stars Live, és én mondtam, hogy nem szeretem a játékot, de aki szokta kérdezni, az nyugodtan írja, hogy ő játszik. Pedig de szép lett volna, hogy a mai live első nekifutása konkrétan egy finálé győzelem, hát az nem is élettem volna, tehát ez így volt megírva, így volt helyes, hogy nem nyertem, de hogy én bravúros teljesítményt nyújtottam magamhoz képest. Igen, akik most tévedtek ide, nektek mondom, nem vagyok pro játékos, de szeretnék egyszer azzá válni, csak többet kéne gyakorolni. Jóval többet. Ja, nem bannolunk, hanem a Nightbot is ad tiltás, hogyha mondjuk sok nagybetűt használsz, meg ilyenek. Ideiglenes, azt szokott adni. Vagy nem tudom, őszintén nem láttam a csetet. Na, mint azt a részét, hogy mi lett törölve nálad. Tovább ment mindenki? Azon gondolkozok, anyumnak szólok, hozzon párnát, mert a macskám elaludt a hasamon. Ó, ide cuki. Oké, és Csuszi démonja, te Csuszinak egy moderátora vagy ismerőse, vagy barátnője. Azért kérdezem, mert Csuszit én egy időben néztem nagyon sokat.
Zsuzsinak köszönhetően. Zsuzsi volt az egyik moderátora még régen, és jó barátom volt Zsuzsi, meg a mi nézőnk is, és még sorolhatnám, és akkor emlékszek, hogy egy csomó live-ra benéztem. Mikor időm engedte. Na. Cseresznye dinnye. És egyébként meg annyira meghűltem így a betegség alatt, ugye aki nem tudná, most gyógyultam föl. Ilyen Covid gyanús voltam, de hát negatív lett a teszt. Hála az égnek. Cseresznye és dinnye. Cseresznyén állunk, teljesen jó. Képzeljétek el, az utolsót el szoktam néha rontani, vagy elfelejtem. Tehát így az agyam lenullázódik, hogy leblokkolódik. Banán, cseresznye, dinnye, hol a szőlő? Hát az följebb van. Banán, cseresznye, dinnye, szőlő, jó rendben. Banán, cseresznye, dinnye, szőlő. Talán megvan. Pont a szőlőben nem voltam biztos, na jó. Hiszek nekik is, meg úgy emlékszek, hogy a legvége volt, igen. Narancs. Narancs, cseresznye, szöllő, narancs, banán, cseresznye, alma. És a dinnye a szélén. Szöllő, narancs, banán, cseresznye, dinnye, vagy alma. Már összekeveredtem megint, ezt mondom. Dinnye az valahol itt volt, nem? Bazd meg! Beetettek! Mondjátok, hogy ti benn maradtatok. Beetetett, hogy elhittem neki, hogy nem ott van. Mondom, nem bírom az utolsót megjegyezni egyszerűen. Bennmaradt valaki rajtam kívül? Mondjátok, hogy igen. Bonyolult lenne, hogy ki vagyok Csuszinak, inkább nézd meg Csuszi új videóját, rendben? Meg fogom nézni mindenféleképp. És tényleg csengetjű gyakorlat teszi a mestert. 5 napja játszok és nagyon béna vagyok. Ó, hát az első live-ot, ha visszanézed, a Fall Guys legelső live-ot a csatornán, mikor kijött a játék, utána egy pár nappal vettük meg. Visszanézed, 8. körig első pályán kiestem. Tehát azért mondom, hogy gyakorlás, figyelj, csengetjű, ne keseredj el. Meg szerintem Bogi is tudja mondani, hogy mennyire ki lehet jönni a dolgokból. Tehát, hogy én éreztem magamon, hogy nem volt 2 hétig Fall Guys live, vagy másfél hétig nem játszottam, és konkrétan olyan szarul játszottam, mintha először játszanék. Anyukámék nagyon jók, tegnap láttam, hogy házakat nézegettek, csak úgy, és ma meg kitalálták, hogy költözünk. WoW! Az igen? És az örülsz neki, vagy nem? Vagy sűrűn költöztél már? Nekünk ugye Budapesten belül azt hiszem ez a 3., 4. lakás, ahol lakunk. Na várjatok, laktunk egyszer az Árpád híd mellett, laktunk a Szél Kálmán tér mellett, laktunk a 8 kerbe, és most pedig az Őrsvezér, mert 4. Én nem szeretek költözni. 3 napja játszok, sokszor vagyok döntőben. Az is számít, hogy hasonló játékokat játszottatok el, tehát benn van amúgy valaki, gyerekek? Lemaradtam. Szia Bianca Official, tehát benn van valaki? Mert akkor feleslegesen nézzük tovább a live-ot. Szia Zsolt! Dolgozol még? Mi újság? Tehát, azt láttam, hogy Lili... Nem Lili, ő még benn sincs. Kagan benn vagy, mert csengettyű benn volt. Bogi és Lili, nem tudom, hogy ti benn vagytok-e. Vagy nézd meg Dogi Andy Fall Guys live-ját. Ezt példának írod, Anna, vagy mire fel? Én annól láttam, hogy ők hogy játszottak. Szegény Andy úgy ki volt, hogy nem menne ki mindig. Nem Árpád híd alatt, dehogy is. Igen, igen, Bianca, többen is írták, meg ő is írta, de az, hogy többen is írták, azért az úgy eléggé sanszos. És örülünk, hogy itt van. Mi is 4-szer költöztünk. Amíg pici voltam, és esetleg Zsebi Baba, te is játszol Fall Guys-t, vagy csak nézni szereted? Szerintem mindenki kiesett, nem? Nem vagyok bent, jó. Megvolt a második kör veletek, bár ez most részemről nagyon-nagyon gyér lett. És akkor most Diszti, Lili és Riding Friends, hogyha mondasz egy nevet, vagy te fent vagy, akkor be tudlak hívni titeket. Ilyenkor pedig megnyomjátok a P betűt, Leave Group, azoknak mondom, akik esetleg barátaikkal szeretnének játszani, P betű és ott a meghívás. Már is nézem, Lili itt van. Diszti is, küldtem nektek a meghívást. Mindjárt beírom mellétek a számaitokat.
Csak nézni szereted, értem. Első körben kiestem, semmi baj. Lilia 21-39. Adja az ég, hogy így legyen, mert azt hiszem téged már megtanultalak, annyit játszottunk. Na örülök, ha ennyire tetszik a játék. Ugye tegnap az arab, amit lehetett megnyerni, Steamen sorsoltunk két példányt, és ma még 4 euróba kerül 20 helyet, nézzétek meg mindenféleképp a live-ot, és ha tetszik, akkor vegyétek meg. Viszont úgy látom, Diszti, te itt vagy? Tehát, hogy el tudod fogadni, vagy nem? Addig visszahívok közben mást is. Addig Csengettyűt visszahívom engedelmetekkel. Ja, Cápacica jött, bocsánat Csengettyű, nem. Cápacica még nem volt, akkor Cápacica lesz az egyik. Már is hívtalak. És írom fel Cápacica a te kódod is, most már nem akarok bénázni. 3411. Megvagy. És akkor Diszti, ha hallod, akkor még tudsz jönni. Szia szerelmem! Igen, küldöm már is, Diszti, újra várjál. Küldtem. Hát jó, mondtam, Lili, már megtanultam. Én meg akarom venni, csak nem hiszem, hogy bírná a gép. Azt azért előtte csekkold, mert itt volt példának Tifi, akik megvették, nem bírta a gép, de visszaváltották neki. És akkor Diszti az 1995. Legalább akkor születték, gondolom nem. Csak így random kérdezem. Akkor tök jó lenni, meg 1490 lettem. Na, akkor tök sokat játszottál, vagy jól haladsz White Kagan a játékkal. Jól vagyok, babám, olyan agyvérzésen nyitottuk az első meccset, hogy konkrétan majdnem koronám lett, és majd visszanézed, hogy este megmutatom, miért nem. Nagyon-nagyon, soha nem voltam még ennyire közel a koronához. Mégis oly távol. Két kört játszunk ezzel a csapattal is, és utána pedig még ugyanúgy cserélhetünk embert, felírom két kör, pipálom, ha megvagyunk. Addig megnézem Insta Story-ba, kitettétek-e. Hogyha szeretnétek, hogy eljusson minél több Mongoftához, meg esetleg új emberekhez, akkor tegyétek ki Insta Story-ba, hogy megy a live, köszönöm szépen. És ott is kövessetek be, Mongufta Family néven vagyunk fenn, köszönöm. Na, és szia Clarissa, láttam, hogy megjöttél. Vagy már lehet, hogy te régebb óta itt voltál, csak hülye vagyok. Mindjárt elolvasom, amit írtál, Clarissa, visszanézem. Csak koncentrálni kell a meccsre. Bár ez a pálya, amit nem tartok olyan hú de izének, mert most random ugrálsz és vagy eltalálod, vagy nem, mint ahogy ők se. Tehát nagy kihívásod nincs benne. Szia Réka! Hó, a kokas hogy megy ott elől? Kokas beszágult. Én is. Mikor lesz vége a live-nak? Azért, hogy tudjunk beszélni, vagy miért? Hát amikor meg lesz a szint. Ja, mikor lesz... Mert mi volt a kérdés? Mikor lesz? Remondtam, hogy pénteken várható lesz a szó. Itt már én nem tudom, ki igazi, ki nem. Csak kérlek, arra figyelj Zsebi baba, hogy ne nagy betűkkel ír, jó? Kis betűvel, köszi. Hát ez nehéz kideríteni, hogy mikor ki az igazi. Mert hogy amúgy nagyon sok youtubernek van másik profilja is. Tehát van egy, amire a videókat tölti, és van egy amúgy, amivel csak úgy van. Ez nyílt titok. Többeknőről is tudom. Magamról is tudom. Kapásból ott a Mongufta workshop. De amúgy tényleg mindegy. Ha ő az, örülünk neki, ha meg más, aki a nevébe kiadja, nem szép dolog más nevébe kiadni magát. Viszont örülünk neki, hogy itt van akkor is, tehát igazából ezt a része, ez pozitív, hogy örülünk neki. Mindjárt megnézem, tovább jutott mindenki, azt írjátok meg közben.
De amúgy itt én már estem ki, mióta ezek a hülye falak így mozognak meg minden. Ezen a pályán én már buktam el. Bármi szomorú. Jó van, átlöktek, halleluja. Megyünk oda. Virslis testvére, ugrottunk, és go, benn vagyok. Tényleg felesleges ez a izé vakonvádaskodás. Lényeg az, hogy itt van zsebi baba, ennyi. Elromlott a fülesem, de már intézem másikat, ezen kívül szuper, jön a már hétfőre kellő melómat csináltam ma. Teljesen jó. Ezt úgy tudjuk eldönteni a zsebi baba, hogy ráírsz Instán, hogy volt-e a live-ba. Hát de figyelj már, most nem bántásból, de én egy kis videós vagyok bárkihez képest kb. Most én ráírok olyan valakire, aki napi mondjuk 500 üzenetet kap, nem fogja látni. Egyébként. Az a baj, hogy a sub for sub miatt kivették, hogy chaten lehessen megnyitni a chatit. Ja, azért vették ki. Én hiányoltam azt a funkciót, mert igen, tökre örültem, hogy meg tudtam nyitni, mert annól, mikor még Oven volt itt az egyik SSO Live-ba, szerintem még tavaly vagy tavaly előtt, decemberben, akkor meg tudtuk nyitni, hogy ő az igazi Oven McKendry. De hogy én nagyon hiány... Na, jó, ezt meg elkúrtam, mert nem figyelek, de mindegy, ezt elengedem ezt a kört. Tehát, hogy gyakorlatilag hiányolom, hogy kivették ezt a dolgot. Ez kár volt kivenni. Vettek volna ki inkább más. Á, esélytelen a 17, úgyhogy annyian elő vannak. Attól független megyek, de ez már game over részemről. De látom, a kokas bejutott, majd a kokas nézzük. Eddig is volt TikTokunk, srácok, Mongusta Family néven vagyunk fenn, csak ugye Muki halála óta nem csináltunk videót, de majd Jana csinál külön videókat is, és akkor a közös csatornára is csinálunk. Csak rá kell vennem magam, hogy a Mukihoz köthető volt, meg pár dolog felment a csatornáról, és azóta nem csináltunk TikTok videót. De van TikTokunk, és hát ott se vagyunk még hú, de sokan, azt hiszem 5000 valamennyi lett a követésünk, de az nő mondjuk sokszor. Ő a tengeri malacunk volt. Valahogy biztos be lehet majd állítani. Na akkor álljunk rá a kakasra. Ez a paradicsom. 34-11. Cápa cica a kakas. Úgyhogy GG, cápa cica. Köszönjük. TikTokon van videó róla, hogy trükközött, meg minden, tehát hogy megtanulta a fordulj parancsszót, meg ilyenek. Tehát tényleg okosabb volt az átlagnál, mert rengeteg dolgot megtanítottunk neki, majdnem mint egy kutyának. Az nem tetszik benne, hogy nem tudod jelezni, ha valamit nem szeretnél látni a feedben, vagy valahogy lehet. Olvastam, csak a valahogy lehetett nem. Hát beállításokban nem tudom, hogy van-e szűrő TikTokon. Hogy mondjuk beírhat szavakat, hogy az arra behashtagelt szavas dolgokat ne adja be. Azt mondjuk adnám. Ki ne es. Küldjük a Mongusta Powert innen is. Úgyhogy babám, addig tartam úgy a live, amíg meg lesz a max szín, de ezeknél, ennél a mostani köröknél kicsit jobban kell koncentrálnom, mert ha kiesek az első-második körbe, akkor rohadt sokára lesz vége a live-nak. Hát igen. De szép. És simán ugrálsz, és téged nem lögdösnek, engem szarrá szoktak itt fogdosni meg lögdösni ezen a pályán. Jókat fogták ki. Hát szerintem köztes, nem annyira nagy, nem tudom. Ha megnyitod, beírod a Steam Fall Guys, akkor kiírja a leírásába, hogy mennyi, mi a gépigénye. Gratu cápa cica, láttuk, hogy benn vagy. Szia Máté, mi újság? És Halilili Yellow Tree. Ó, Hexagon, én ennek úgy örültem volna, na nézzük meg cápa cica, hogy bír teljesíteni a Hexagonon.
Bocsánat, csak ma este lesz szakállnyíróval megnyíró a szakállam, mert most már túl hosszú, aztán zavaró egy kicsit. Jaj, kapcsoljunk át szápa cicára. Megvan. Vigyázz! Ujjajjajjajjaj. Itt a Lilko, hát szia. Akkor üdv, akkor ismered esi. Velem nagyon semmi új, nektek milyen jó napom volt, köszönöm szépen. Sokat pihentem, megnéztem Nessai-nak a Crash Bandicoot live-ját, mármint amit ugye felrak a Nessai vodra, mert ugye még PC-re nem jött ki, pedig ha kijött volna, akkor ma biztos, hogy abból live-olnék. Gyerekkorom bestje a Crash. De ezt tudjátok, mert ugye az egyet végigjátszottuk, a kettőt háromnegyedig, a háromat meg el fogom kezdeni majd valamikor. Vigyázz! Úgyhogy alig várom, hogy kijöjjön, de mondjuk azt mondták, hogy fél év múlva kijön a Nitro Racing a Crashből, és az se jött ki. Tehát azért bizakodjunk, hogy majd kijön. 8 GB RAM, Win 10, 2 GB tárhely. Köszi, Jana! Ó, tudom, nem szabad szurkolni, Lilivel megállapítottuk, hogy amint szurkoltunk, mentek a levesbe, és sajnos itt ez lett. Jaj, de örülök esi, hát üdvözöljük. Jó szórakozás neked is. Hát még több, mint 2400, hát már 2300 XP kell, úgyhogy jön a második kör ezzel a csapattal, és utána pedig válthatunk embert, meglátjuk, hogy majd hogy lesz. Most megpróbálnék mondjuk én is benn lenni tovább, hogy haladjunk is. Indítsátok. Nem baj, GG, cápacica, ügyes voltál. Nem is néztem shopot. Már nem is nézek majd következőbe. Nem tudom, hogy ezt most lecserélték-e már ma, vagy nem. Na, azt kezdtem el mondani, még jóval 20 perce ezelőtt, hogy ugye a pályák vajon változnak-e, és én nekem az egyik határozott elképzelésem, hogy a Battle Pass nem lesz ingyen. Tehát azt tudom elképzelni, mondok opciókat. Azt tudom elképzelni, aki kimaxolt a 40 szintre, kap ingyen Battle Pass-t. Ezt el tudom képzelni. Illetve, hogy aki nem maxolta ki, annak mondjuk ilyen 20.000 kudosz. Vagy 12.500 kudosz. De biztos, hogy 10 fölötti kudosz, mert az van 3.000 forint fölött. Szerintem nem lesz ingyenes a Battle Pass, vagy kudoszból meg tudod venni, vagy valós pénzért, de ne legyen így. És azt hallottam még fixen biztosan, hogy 18 koronát lehet majd szerezni a Battle Pass-szel, mert hogy most sokan panaszkodtak, hogy ugye 5 koronákba kerül az alsó rész, felső rész, és ugye aki nem nyer állandóan, annak nagyon kevés koronája van, itt azt hiszem 3-at vagy 4-et kaptál a mostani Battle Pass-be, és hogy 18 koronánk lesz elvileg csak a Battle Pass teljesítésével, és én kíváncsi leszek, így lesz-e, de legyen így, legyen így. De arra kíváncsi leszek, hogy ingyenes lesz a Battle Pass, mindenkinek ingyenes lesz-e, vagy senkinek nem lesz ingyenes. Igazából erre nagyon kíváncsi vagyok, és Jana is azt mondta, hogy nem igazán tudja elképzelni, hogy a második Battle Pass is ingyen lenne. Ti mit gondoltok erről közben, akik itt vagytok a cseten addig, és nem éppen játékban, írjátok meg a véleményeteket, hogy ti hogy látjátok. Szerintetek milyen lesz a Season 2 Battle Pass árkategóriája, ha lehet így kérdezni? Egyből megyek oldalra, nem szenvedek vele. Dupla kudosz van a boltba? Akkor lehet, hogy igazam lesz, és rohadt sok kudoszba fog kerülni. Meg gondolom azért hoztak be dupla kudoszt, na majd ez kiderül, Lili. Félszemmel láttam, miközben concentration van. Jó, az a boxos elesett. Hatodik. Rendben van, babám, szia. Nem tudom, hogy dupla kudoszt is ad-e. A dupla XP az tuti. Semmi baj, Luca, a Battle Pass az, az amit a szintekért kapsz jutalmakat, tehát szinteket teljesítesz, és különböző jutalmakat kapsz, ruhát, itt például a mamut fejet, itt a tigris alsót, és a testszíneket, testre feshető mintákat, ezeket.
Szerintem egyébként ja, olyan 3000 forint körül lesz, azt tudom én is elképzelni, Máté. Hát ha már megküzdött az ember érte, azért megérdemelné szerintem. Igen, én nem vetem el azt, hogy lehet ingyenes annak, aki max szintes. Az egy szép díjazás lenne, és akkor eleve törekednének azok is a Season 2-be, akik nem érték el itt a max szintet. Vagy akkor érthető lenne, hogy miért kaptuk a dupla XP-t, a plusz 2 napot, hogy esetleg még többen elérjék, és többen kapjanak ingyen Battle Pass-t. Mert hogy nyilván motiváció most nekem is, hogy azért tartok ebből live-ot, mert akkor már kimaxolom, tehát ha egy szinten múlik, akkor már megcsinálom, amúgy meg nem csináltam volna meg. Nem a boltba, csak mondtad, hogy XP-ből sokkal többet ad. Ja igen, szerintem lehet, hogy kudoszból is, azt nem figyeltem. Na majd megnézzük. Hát ha fizetős lesz a Battle Pass, mondjuk 3000, akkor lehet, hogy majd sorsolok egy Battle Pass-t. Addig is, hogyha szeretnél támogatni, szupercsettel, szupermatricával vagy tagsággal megtudod, az ebből befolyó összeget szoktuk visszaforgatni ilyen nyereményjátékokra, de tervben van, hogy sorsolok. Ha fizetős lesz, akkor ezerszer ide, mint Fortnite-ban, mert nagyon sok ismerősöm mondta, hogy ő már nem annyira játszik azzal, és inkább Fall Guys-ozik, és akkor miért ne? De ez még a jövő zenéje, holnap után minden kiderül, hogy hogy lesz. Ez az a pálya, amit amúgy nem értek, hogy mire jó. Most ha én nagyon hamar elkapom a vírust, akkor tovább tudom adni és van haszna, amúgy meg csak rohangálok és bujkálok. Tehát, hogy ez az egyik olyan csapatjáték, amit nem tudok hova tenni, és nem rajtam múlik, mert igazából majdnem, hogy mindegy, hogy én mit csinálok. Ezt a csapatjátékot őszintén én nem szeretem. Mert nincs értelme. Legalábbis kevesebb értelme van, mint focizni. Engem nem akartok elkapni. Eddig tartott. Na keressünk sárgát, aki még nincsen megfertőzve, ott vannak. Hát ide miért nem ugrunk fel? Ott a sárga. Azonnal. Jön a másik, tessék. És benn vagyunk, meg is fogtuk. Én azért remélem ingyenes lesz, mert ha fizetni kell érte, lehet nem veszem meg. Hát... Figyelj, úgyis lehet, hogy végigviszed, és hogyha már csak azon múlik, hogy megveszed, akkor meg megveszed a végén. Ha lehet úgy. Én azért remélem, igen, ezt olvastam pont. Kirécseltem, megyek League of Legends-ezni. Rendben van, Disti, nyugi. Attól még reméljük, hogyha van kedved, maradj itt a live-ba. És köszönjük a játékot. Nézzük meg, hányan vagyunk még benne a csapatból. Jó, kettő nyilacskát látok, tehát akkor még ketten. Kizárásos alapon. Futok a zöldre. Tolom a zöldet! Ameddig nem gyorsul be. Most már nem tolom, mert lassabb vagyok. Hogy lögdösödnek. Nem tartják a másfél méter távolságot. Szomorú. Hullanak, mint a legyek. Az a baj, nem viccelődök vele, mert én is leszoktam esni. Basszus! Tessék, csak mondanom kellett, utolsónak így kell kiesni. Ügyesen elcsesztem. Ó, pedig már nem sok kellett volna a fináléig. Most vagy kaptok egy finálét, vagy nem. Örülünk, hogy itt vagy. Ó, még nem finálé. Meg nem kell mindig írni. Én se szoktam, van egy csomó live, amikor nézek egy streamert, hogy gyakorlatilag akkor csak benne vagyok. Reméljük, hogy majd sikerül úgy is látnod, hogy nyerek éppen valamit.
Addig felszaboltam rád, Zsebi baba, mert még nem voltam. Nagy bűnök egyike. De videóban már láttalak. Itt vagyok, csak ideje elfelejtettem köszönni. Szia Lilla Sáfrán, jobb később, mint soha. Szia, szia, szia. Finálé, bennmaradtál vagy kiestél? Első lettem. Hoppá Lili! Hoppá Lili! Logikát nem értem az aragamiban, már mint egy csendes gyilkos vagyok. És magamra kötök egy csengőt. Igen, szívesen, igazán nincs mit. Ezen én is gondolkoztam, majd megnézem a videóid, amik fenn vannak. Holnap úgyis dolgozok, ráérek. Majd, aki nem tudja, azoknak mondom, ugye az újaknak, hogy recepción dolgozok, van időm megnézni. Tehát, hogy várjál, kikeressük Lilit, mert ezt meg kell nyerned. 21.39, ott van. Mit kezdtem el mondani? Ja igen, hogy kapsz egy csengőt, amivel felhívod a figyelmet, hogy te ott vagy, ezt én se értettem a tegnapi live-ba, ezt Kagan szerintem engedd el. Tehát, hogy én se értem, hogy miért kell zajt csapni, hogyha az a lényeg, hogy ne vegyen észre. Oké, hogy oda csalod, de kicsit sántít a dolog valóban. Valóban. Jaj, de szép. Lilitől érdemes amúgy tanulni, ő nem egy koronát szerzett, hanem szerintem vagy 8, 9, 10, majd utána elmondja. Gyönyörű. Au, de kár volt kihagyni a kéket. De tényleg Lili az egyik legjobb játékos a mongufták közül, ez egyértelmű. És nekem van is videóm, ahol nyert, majd fel fog kerülni, amikor jön a harmadik, negyedik tagságos videók, abból lesz egy montázs, akikkel játszottam, ugye ahhoz egy Discordos beszélgetés van, és közben játszunk, és ahhoz majd jön egy összeválogatott montázs, oda nyilván azt fogom bevágni, mikor Lili megnyerte a koronát. Próbálom nektek követni. Jaj, de szép. Ó, hát itt ez még nagyon jó. Csak az ott fönt leeshetne. No! Majdnem, de GG. Később még lehet visszajövök, csak holnapra kell tanulni. Rendben van, várlak, majd meg még elvileg ezután lesz egy másik live, ha az ilyen fél hat körülre végzünk ezzel. Én már nagyon várom a holnapi frissítést. Én is várom, de holnap dolgozok, abból pénteken lesz live. Hát én nagyon hamar elvéreztem. Nem, hát Sketi is itt volt, ő is fiú, Zsolt is fiú. Mehetünk. Jaj, várjál, valakit vissza tudok hívni. Bogi jössz. Hát az egy ilyen 8-9 fiú van, sőt 10. Fortnite után már van 10. Mi a szent jó Istenért kezdesz el dicsérni, ezért... Ó, látod, látod! Bogi, küldtem meghívott, tudsz jönni, vagy most nem, mert akkor indítom. Vagy csengettyű, nem tudom melyikötök van itt. Őt is meghívom, és amelyikötök jön. Hát, mert hát jó ez a Bogi. Oké. Még majd csengetjük, te is jössz majd még egy másik körre. Most két kört még játszunk így. Indítsátok el. Ott van egy Not Reading, a 34-11. Ja, az skin csere volt, értem. Cápacica skint cserélt. Utána már megnézzük az item shopot is, kíváncsi vagyok, cseréltek-e valamit. Na, most jól lassan sorsolja be az ellenfeleket. De nem baj, Lili. Ez az a pálya, ami egyébként nekem olyan volt végig,
az egész szezon alatt, hogy hol szerettem, hol nem. Tehát ez az megosztó pálya, amit ha úgy vagyok vele, kivennék, nem bánnám, nem vennék ki, az se. De ez soha nem volt a kedvencem, és nem is utáltam. Tehát köztes. Ezzel szemben a C-show-t nem szeretem annyira, és például a Hitparádét meg igen. Az az egyik kedvencem. Elborult cserepes virág voltam. Kiborultam. Na, még jó, hogy nem erre akartam bejönni. Nessájtól megtanultam, hogyha ugrás közben nyomsz egy ilyen hasast, akkor át tudsz menni néha a labdák alatt. Mire nem jó egy Nessáj live tanulni. Gyönyörű. Hopp. Hopp. Nagyon szépen ellavíroztunk a labdák közt. 11-ként benn vagyunk. Próbálunk megkeresni titeket, ha még éppen... Ott van. Kokas. Halli Erika Máté. Na, sikerült tovább jutni mindenkinek? Mindjárt kiderül. Be se érek, máshol jár az agyam. Semmi baj, Bogi. Kitartás. Nekem is van ilyen néha. De egyezünk meg abban, hogy amikor engem nézel, akkor néma csendben vagy. Jó, megbeszéltük, Lili. Ha úgy lesz, hogy te maradsz benn, én kiestem, tényleg úgy fogom nézni. Semmi baj, Bogi. Csengettyű, akkor tudsz jönni Bogi helyére? És akkor Boginak elég csak a csetet figyelni, de hogyha van valami nagy baj, akkor majd írd meg, és majd megbeszéljük live után. Tudod, ezért vagyunk barátok. Na. Menjél fel! Megyünk a kékre. Remélhetőleg. Így terveztem, igen. Basszus, oda... Én még átérek? Át, hát. Itt vannak bajok! Túlzottan sok idióta ráugrott egyszerre, rip. És akkor innen jön a szopóka nyalóka, mert hogy gyakorlatilag mire itt bármit leengednek, én rég ki fogok esni. És nézd meg. Ez a rossz a C-show-ba, hogy nagyon-nagyon vissza tudsz esni a pálya negyedéig kb. Na, azt már cseszhettem volna. Futás! Menj már innen, te banános üdítő. Amúgy is ki szereti a banános üdítőt? Nem is nagyon tudok banános ücsit. Fú, de fura így ez a C-show. Aha, hát azt most nyomjátok fel, hogy át tudjunk menni. Mert addig nem fogunk átmenni. Amíg itt nem leszünk többen. Ezt vagy leborítják az idióták. Értem én, hogy akik ott vannak hátul, azok hamarabb át akarnak jutni, de ha nem jönnek át, nem fognak. És akkor így már jártam, hogy egyébként tovább jutottak 20-an, és mindenki kiesett. Mert hogy lejárt az idő, csak úgy jelzem, hogy ez időre megy. Legalább amelyikünknek van ezt, a gyertek már föl, csesszétek meg.
Már addig nem tudunk, le fog járni az idő. Amíg nem jön át a fele, jó, hogy kiesünk. De akkor essen ki mindenki, akkor én se állok oda. Ezt mondtam. Úgy megindult a sok hülye. Nem emelték meg annyira, felesleges odaugranunk. Mondtam. Lejáratták az időt. Gratulálok! 20 ember kiesett. Majdnem. Ezért megérte. Van, aki bejutott közülünk? Na, ezt mondtam, hogy ennek sincs így nagy értelme. Direkt csinálják, csak nem értem, mire jó. Hát ezt én se, de ez így nagyon szarul jött le. Én szeretem a banános üdítőt, shake, banános turmix. A turmix tényleg finom. Ó, oh, hát akkor lépünk ki, Lili, hogyha te meg kiestél úgy. Jó, jó, rendben van. Hát figyelj, itt mi nem utálunk, tehát a mongufták azért szerintem egy olyan közösség, hogy csak úgy ok nélkül nem utálunk senkit. Én láttam rólad videód Showtime-nál. Mehetünk újra, csak behívjuk Csengettyűt. Aki éppen, hogy kiállt érted. De mondom, én nem ítéllek el, én mindenkit ugyanúgy szeretek, és örülünk, hogy itt vagy. Rendben, hívtalak, Csengettyű. Szia, Angelika, mi újság? És Piper, meséljetek, hogy telt a napotok. Őszintén talán azért ítélkeznek feletted. Egyrészt két oka lehet a Zsebi Baba. Az egyik lehet az irigység, hogy irigylik, hogy te szép vagy és ők nem, vagy irigylik azt, hogy mennyi követőd van TikTokon vagy YouTube-on és nekik nincs. A másik pedig az, hogy fiatalkorod létére sok olyan tartalmat teszel ki, ami még nem 18-as szexuális dolog, de már nem messze van attól, és azért a konzervatívak ezt nagyon elítélik. Ha őszintén egy választ szeretnél volna, én nekem ez a véleményem. 22-en kiestek a 40. Ezt mondom, hogy nagy értelme volt ott elhülyéskedni. Mi a baj? Mesélj. Szétvert két osztálytársam. Szó szerint vagy hogy? Tudom, Lili, majd emlékeztes. Tölt 1000 SC-t, ez tök jó. Amúgy nem most hétvégén lesz dupla SC? Ezen gondolkoztam, hogy most hétvégén lesz ez a szóba dupla SC, vagy jövő héten. Ki emlékszik, mikor volt az előző? Én úgy emlékszek, hogy 10-e előtt volt jóval. Lökjetek el, lökjetek! De én azért is nem szoktam senkit elítélni, mert semmi jogom ítélkezni. Egy ember ítélkezhet, az pedig Isten. És ő nem ember, tehát embereknek nincs joguk ítélkezni. Meg én tartom azt, hogy én pletykák meg minden alapján én nem ítélek el senkit, megismerem, és hogyha azt látom, hogy tényleg olyan full kretén vagy paraszt, akkor elfogadom, vagy olyan, ha meg nem, akkor csodálkozok, hogy nem. Én ugye tápszert iszok és megkóstoltam a banánosat, akkor áthánytam, júj! Persze nem a banántól, csak akkor szoknia kellett a szervezetemnek, igen. Emlékszünk, hogy a műtéted miatt még neked ilyen. Szó szerint, remélem, hogy azért szóltál tanároknak, vagy szülőknek, vagy valami. Nem estem ki. Na, gratulálunk, Csengettyű. Látod, menni fog ez. Szeptember utolsó hetén volt. Szeptember... Igen, szeptember utolsó hetet, akkor még nagyon nem lesz dupla eszél, meg abban a tudatban ringattam magam, hogy az lesz. Tanát nem érdekli, hát elég szomorú, hogy ilyen iskolába vagy. Kövi körbe hív meg, mert nagyon laggol a játék. Rendben van, Lili, már mostaniból kijöttél akkor? Hát Piper, nagyon sajnálom, és küldöm az erőt, meg minden, meg itt vagyunk veled, de tényleg a szülőnek kell jelezned. Ő az, aki maximum tud bármit tenni, hogyha a tanárok leszarták.
Tényleg. Mi többet sajnos nem tudunk. Na, ez gyönyörű kezdés volt. Bár a C-shot megcsináltam már úgy, hogy el akartam hülyéskedni, hogy nem megyek végig a pályán. Egy percet álltam kint, és utána indultam el, és úgy beértem. Tehát volt olyan köröm is, de hozzáteszem, az délelőtt volt. Délelőtt azért sok olyan játékos van, aki vagy kezdő, vagy nem szokott annyit játszani. Ezt tapasztaltam. Az megint nem lesz jó, hogyha ez a 20 ember oda ráugrik. Vagyis hát relatív. Én megyek a lilára. Innen meg megyünk át a sárgára, srácok. Oké, okay, megvan. Concentration level 1000. Nem! Bazd meg! Akarom mondani, elnye-benye. Ez most jó lehet, hogyha nem ugranak rá 600-an. Mint az elefántok a porcelánboltba. Megyünk a másik irányba. Azonnal meggondoltuk magunkat. Ananász testvére és unikornissal befutunk. Engedsz-e? Benn vagyunk. Tényleg szólj anyukádnak. Olvasd vissza, Dave, ugye 1000 SC 3860. Nem tudom! Én dupla SC-kor szoktam SC-t venni őszintén. Akkor éri meg a legjobban, nem szoktam nagyon külön. Na, bejutottatok tovább? Na, csengettyű, hoppá, szárnyalsz, így kell, így kell. Ketten vagyunk benn, mindjárt megnézem. Mármint, ha a csapatból. Ki tudja, lehet most hétvégén lesz, mert már kiszámíthatatlan, régen volt rendszer. Én is azt hittem, hogy ilyen 3-4 hetente fixen van esi, és azért csodálkozok, hogy mostanában egyáltalán nem tudom kiszámítani, hogy mikor van. Mert mindig, hát utoljára áprilisban vettem dupla eszét, most volt az előző őslónál, hogy vettem egy ezrest, mert ugye az őslovakat gyűjtöm a játékba, de hogy 10 000-et nem vettem április óta, aztán majd most már megint az a terv, hogy veszünk egy adagot, és akkor az a jó pár fél évig, egy fél évig vagy tovább kihúzzuk. Aztán, hogyha lesz 5000-nél 24 órás, akkor ott lehet, hogy veszünk lovat. Én nagyon várom, hogy elérjük az 5000 szabot, és akkor ott tényleg 24 órás, imádom. Egyik legjobb dolog szerintem a csatin. Ti is nagyon szeretitek, én is. Jaj, de szép lenne itt most bejutni. Nem talál el semmi, oké. Okay. 9. Állatos énekes? Szoktam nézni, igen. Bár visszanézem, mert tévénk az nincs, de mindent gépen nézek. Mi csak dupla SC-kor veszünk. Ugye legpraktikusabb amúgy. Hát elhiszem, Bogi. Tudom. Ben vagy még, csengettyű? 16-nak beértem. Akkor még benn vagy, de jó! Oh! Kaktusz tetszett. Én a mostanit még nem néztem vissza teljesen, a zebrát nem hallgattam. De én a babának szurkolok, legalábbis a babának az éneklési technikája nagyon tetszik. Meg a banáné. Ügyesek. Ügyesek nagyon, és jó hangjuk van. Jó, egyből van farkam, most csak meg kéne őrizni. 1 perc 25 másodpercig, viszont ahogy látom, már a nyakamba van, lihegnek. Gyere nekem. Jó? Egymásról nem veszük le, úgy játszuk, úgyhogy én csengettyűre nem megyek rá. Tegnap is, mikor játszottam, tiszteletbe tartotta, hogy én nekem volt, nem vette le rólam, úgyhogy csengettyű, hogyha az utolsó egy másodpercben azon múlna, hogy rólad kell leszednem, én nem szedem le rólad. Na. Amúgy nem tudom ezen a pályán mi a jó taktika. Régen mondta valaki, hogyha beállunk középre, az új, de kár volt, hogy nekem jöttél. Jó van, bocsáss meg, galam, de... Vagy fél galam, de ez nagyon csúnya volt, hogy nekem jöttél, úgyhogy sajnos ez ezzel jár, hogy leveszem a farkad. Elnézést.
Jaj, az ananász, jaj jó, neki van farka, jó van. Hála az égnek. Azoktól kell parázni, akinek nincs. És pont az jön ide, nyilván. Takarodsz. Na, ez jó lesz, itt egymásról fogjuk lehúzogatni. Bazd meg. Jó, elkúrtam. Vége. Fogd már meg, te nyomoronc! És nem fogtam meg. Jó, kiestem. Szia. Vendégnyomozó volt Peti, akkor nem szerepelt a banán. Igen. Én is gondolkoztam, hogy attól még a Peti sincs kizárva. Csengetyű, te neked lett farkad, te is kiestél. Hát akkor rip. Én tudom ki a baba, de nem mondom meg, rendben. Hát, nem kizárt. Az sem kizárt. Hello újra. Mikor valaki megkérdezi, hogy mi volt a rekordképernyő időm, válaszom 24 óra és nézek, hogy mi. Mondom, hogy néztem tőletek live-ot. Ennyi! Szia Nina! SSO Nina. Hát a felénél vagyunk gyerekek, írtó kurva lassan haladunk, tehát hogy ne haragudjatok, de ennél ezerszer gyorsabban haladtam, mikor nem nézőkkel játszottam. Viszont most veletek játszok. Ez magamnak szólt első körbe, hogy elbénázom. Mehetünk. Majd délelőtt rengeteget haladtam. Most ahhoz képest irreálisan. Meghívtalak, oké, gyerünk. Azt hittem, hogy körülbelül 17:30-ra meg lesz a szín, de ha így haladunk, nagyon messze vagyunk tőle. Nálunk tegnap tornádó volt, és fákat kidöntötte. Bolt, jó van, na. Ezt a ninja epiket lehet megvenni, még átgondolom. Akkor ezért vannak ennyien ninjába. Meg ezeket a mintákat. Meg a tukán aljat. Nem annyira nyűgözött, lemehetünk. Igen, vasárnap esténként van. De mondjuk a Star Monstert is szoktam nézni. Régen többször voltam ott. Mert volt egy háttérmunkánk a Star Monsterrel kapcsolatban, aztán voltak évadok, amiket ott töltöttünk a stúdióba. Semmi baj. Tegnap vettél egy kvartát, ezt elolvasom a kör után. Amúgy mondom, nem nektek szólt az előző megjegyzésem. Szarabbul haladok, mert megfigyeltem, hogy reggel 8 óra után és este 8 óra után sok olyan játékos játssza, aki gyengébben teljesít, mint én. És úgy sokkal könnyebb, jobb helyezést elérni, hogyha olyanokkal játszok, akik bénábbak, mint én. Ez logikus. Drága örökösöket, imádom. Kedvenc sorozatunk. Utána mindjárt nézem a kommented. Most csak ilyen fél szemekkel olvasok kommentet. Jaj, de kár, hogy ott lem... De ne. Forduljál. Jó. Nagyon jó, így. Ketten már mondjuk beértek. Ó, itt sokan leszünk. Én már látom, hogy itt sokan leszünk. És itt is! Ne, basszátok meg! Akarom mondani, bokros nyúl hozzon nektek csomagot. Jelentsen ez akármit is. De ez a bokros nyúl olyan csomagot hozzon nektek, amit telekakál. Nézd meg a parasztot, lefogott. De ne fogdossál már! Na én megfogdoslak, ott nem maradsz. Nem kezd. Nézd meg a hülyét. Beindult az idióta. Elfogyott a kakajó. Drága örökösökben, Tibi meg Subic nekem is szintén. Legszórakoztatóbb karakterek. Csengettyű bent van, szuper. Mindenki beért? Ha
Ha nem baj, megyek, mert kutya sokat csuklik. Hát nyugodtan menj, hát figyelj, lehetőséged van nézni. Meg a Marosi. Hát ez nekem olyan köztes karakter, de nem rossz. Igen, volt háttér munkánk Janával, többször is. Csak egy idő után mondták, hogy ne posztoljunk a stúdióból, hogy benn vagyunk. Szigorítás lett. De ez már nem most volt, szerintem jó 2-3 éve. Mert hogy ugye nekem nagyon sok ismerősöm van Facebookon, és hogy mondták, hogy ne posztoljuk ki, hogy ennyiszer vagyunk a TV2-nél, mert ez egy olyan háttérmunka, ami így kapcsolatok által volt. Tehát, hogy nem azért, mert hogy... Hát azt nem mondhatom élőadásba, Krisztián, ne haragudj. Ez egy olyan munkakör, amiről nem is hiszik az emberek, hogy van, de nem reklámozhatom. Tehát ezt tényleg nem is mondhatom el, hogy mit dolgoztunk. Maradjon annyi az egészről, hogy nagyon sokba számított a mi jelenlétünk abban, hogy bizonyos műsorokban ki jut tovább és ki nem, de többet nem mondhatunk. Mert ez egy olyan munka, ami hivatalosan nincs. De gyakorlatilag meg nyilván van. Mert amúgy nem dolgoztuk volna. Meg amit elmondhatok, például fénydublőr voltam, az azt jelenti, hogy mielőtt elindul egy műsor, le kell játszanunk a játékokat, tehát én nem is tudom, a ki is estem, elkezdtem beszélni. Ennyit nem kell izélni. Ennyit nem kell pofáznom, és ezért nem haladunk egyébként. Tehát én ezt tudom, hogy ha live-olok, akkor fele annyit se haladok, mint amikor néma csöndben játszok, és bármikor kiléphetek. Tovább jutott valaki? Már akkor ugye nyilván nem kell senkihez beszélnem. Na, engedjük el. Hát nem az, hogy zsűriztél, de a szavazatokba beleszámít a dolog. És a fénydublőr meg az, hogy... A műsort elő kellett adni, kipróbálni, rajtunk állították be a fényeket, és addig mi rendesen végigjátszottuk a feladatokat, meg minden például. Ezt nagyon szerettem. Nincs, jó. De például Facebookon vannak olyan képeim például régről, amikor még ott voltunk. Ha akarod mondani, hogy igen, barátok köznek azóta, hogy megszülettem, és az nem most volt. Mi van a barátok köztel, Bogi? Lemaradtam. Eskü, lemaradtam. Mehetünk. Figyelj, nem fizet sokat. Tehát, hogy megélni nem tudsz belőle, de... Arra jó, hogy kapcsolatépítésre. Ja, a Lili. A Lilikét már is hívjuk, meg akkor mindenkit újra. Csengettyű, Lili. És ennyien maradtok. Tudom, hívtam újra. Sose lesz vége, hát igen. 10. részéről pont lemaradtam. Na, nem tudom, mi volt benne. Meg aki szemfüles, én szerepeltem a Jobban-rosszban-ba is, illetve az Édes életbe is. Ki gondolta volna? Meg az Éjjel-nappal Budapestbe, de hangsúlyozom, mindegyik mellékszerep, tehát nem nagyon sok szöveggel. Az Éjjel-nappalba azt hiszem 4 részbe szerepeltem, a Jobban-rosszban-ba 2 talán, az Édes életbe hála az égnek egyre összevágták. De nem annyira adom, hogy a tévés dolgok jók, tehát szerintem nem. A Jobban-rosszban az tetszett, mert egy rablós jelenet volt. Tökre összehaverkodtam a két színésszel, aki éppen akkor alakította a rablókat. Kaptunk inni meg kaját, ezt tökre szerettem. Én amúgy viccen kívül, én drámapedagógiát tanultam, és színészkedtem 3 évig egy társulatba, és Erdélybe is voltunk kint fellépni, meg minden, tehát volt turnénk. Igen, hát relatíve régen. Nem most. Még YouTube-ozás előtt. De igen. Amikor meg színészkedtem aktívan, és kint voltunk Erdélybe, meg minden fellépni, az pedig...
az még Jana előtt volt. Tehát az több mint 10 éve. Hát, vagy 9. Pontosan nem tudom. És még akkor a helyi román tévébe is adtam interjút egy híradóba, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden nem tudtok rólam. De majd egyszer lehet, hogy lesz erről videó. Sőt, még egy szimpóziumon beszédet is kellett mondanom. Meg én Szászrégenbe és Marosvásárhelyen 8-osoknak tartottam előadást is, mint Magyarországról, egyetemünkről kiküldött hallgató, arról, hogy miért, milyen jó munkaviszonyok vannak Magyarországon, illetve miért éri meg átjönniük Magyarországra, vagy miért nem éri meg átjönniük. Tehát ott én például tanárként voltam, de soha nem viselkedtem úgy velük, hanem tényleg az volt, a lányokkal elmentünk limonádézni, a fiúkkal elmentünk sörözni, és én mindenkit úgy tekintettem, mintha izé legjobb pajtik lennénk, és ezért is szerettek nagyon. Emlékszek, mindig mondták az ottani tanárok, hogy én mit csinálok, mert hogy majdnem minden második nap valamelyik lány süteményt sütött nekem, én meg mondtam, hogy hát tudják, hogy szeretek enni, hát most mit csináljak? Nagyon cukik voltak. Aztán utána volt, eltelt nem is tudom hány év, és azt hiszem eltelt egy ilyen 8 év, és az egyik lányjal találkoztam azóta, a barátjával átjöttek Magyarországra, beszélgettünk, tehát még a kapcsolatok így is úgy is megvannak. Meg a helyi polgármesterekkel ismerettségbe kerültünk, meg ilyenek, tehát azért ez tök jó szerintem. Hát nem mondom, hogy nagy tehetség vagyok, de szerettem csinálni. Sokszor voltam már tévében, most egyáltalán nem kamuzok, mert az egyik osztálytársam miattam lesz valamikor a tévében. Tök jó. Hány éves vagy? Én jövőre leszek 30, 29. De most öregít a szakál is meg minden, tehát majd amikor a borbélyom megcsinálja, ugye Tamás, akivel láthatatok már, vagy megcsinálta a hajam videó, majd most készül vele a saját új fodrász műhelyébe. Stúdió, nem tudom minek hívja, majd csinálunk egy videót, hogy a PGZ-ből a rapper volt, ugye volt a PGZ X-Faktorba formáció, duó csapat, és abból a rapper fiú, aki az én fodrászom, meg egyik barátom. Borotvák az élőadásban, vagy nincs ez a pénz. Na jó, van, de amúgy... Amúgy van videó, amikor Jana levágja az összes szört a pofámról, mert valamire fogadtunk 3000 feliratkozóra, vagy 4-re. Valamire fogadtunk, és hát megcsinálták a nézők. És ezért van egy videó, ahol az egész szakállam meg a hajam levágják, nem kopaszra, de hogy a szakáll meg a bajusz az full nullára. Van egy ilyen videó, majd keressetek rá, akit érdekel. Jó vagyok, Józsi Bálint, köszönöm. Csak nagyon lassan halad a szintelés, lassabban, mint gondoltam. Aztán dilemmázok, hogy ezt a live-ot húzzuk el nagyon sokáig, vagy lezárjam és este live-on kívül megcsinálom a szintelés, mert egyedül tényleg rohadt gyorsan megvan. De ezt majd eldöntitek, hogy szeretnétek tovább Fall Guys-ot nézni, vagy átmenjünk egy másik játékra, majd akkor elmondom, hogy mikre lehet. Egyúttal felvetem nektek. Nekem ez is jó, hogy én elbeszélgetek közben és bénázok. Na, ez teljesen jó. RTL-nél meg ugye rengetegszer voltunk, ma ugye Janának az X-faktoros cucca, meg ilyenek. Meg én többször is voltam RTL-nél, mert nekem baráti körömben volt csillagszületikes. Jó, kiestem, mert mindegy, elpofáztam az egészet. Hát, hogyha mi lemegy ez a korona meg minden, és átmegyünk Erdélybe, vagy valahova, lehet, hogy Marosvásárhelyen, vagy Szászrégenben lehet, nem tudom. De csak hogyha több ember is jönne, legalább 10.
Amikor kicsi voltam, akkor voltam a tévében ilyen kézműves háznál, jégkorcsolya pályán lehetett látni, de ennyi. Teljesen jó. Ja, székes feladatig benn volt Jana. Én kiestem, rendben van. Megint utolsó voltam, és beértem. Akkor még Lilihez szurkolunk, majd mindjárt rád állítom a kamerát. Jana bejutott, utána megnyerte a párbajt, tovább jutott, és a székes fordulónál ejtette ki a Bialex. Na mindjárt 21-est beállítjuk addig. De van róla a csatornáján videó, mármint hogy az egyik dalról, de ugye az RTL-es dolgokat letiltja a YouTube, hiába vett részt rajta. Én nem ilyen szoktam lenni, anyum pedig előző héten volt az RTL-nél, de jó. Szia Gabriella, Kiara Fehér. Hát ez az ő döntése, én is úgy vagyok vele, hogy nyilván ha ott több pénzt ajánlanak ugyanaz ilyen munkája, érthető, hogy átment. Érthető. Meg ugye, ahol én dolgozok, azok általában ilyen luxus társas házak, ahol én recepciós vagyok, és már ott is volt egy-két Insta emberke. Influencernek nem nevezném, de azért voltak. Jól vagyok, köszönöm. Csak ugye nekünk az ugyanúgy kell kezelni, mint bármelyik embert, meg nem adhatjuk ki, hogy most hol lakik, meg ilyenek. Jól vagyok, köszönöm, és te? Nem mondanám, hogy ennyire híresek, de voltak vicces szituációk, mondjuk, hogy utaztunk haza egy forgatásról, és akkor kb. 25-en ránk írtak, hogy láttunk a Majkánál, hogy ott voltatok a háttérben, meg minden. Pedig ott csak statisztáltunk. Ott konkrétan csak tapsoltunk, élveztük a bulit, meg beszélgettünk a szereplőkkel. Mégis azt látták a legtöbben. Hogy telt a napod, Dave? Köszönöm, jól. Hát a Benkő Dániel-es édes életet meg adtam az égnek, hogy hála az égnek, hogy nem látták az ismerőseim. Anyám látta, bőven elég volt. Jól vagyok, köszönöm. Benn maradtál, Lili? Mert igazából ott, amit kellett csinálni, mint... hát igen, amit kellett csinálni, majd mondtam, mint színész, de messze voltam én attól. De hogy amit kellett csinálni, az nem az volt a szerződésünkben, és ott nem annyira örültem, hogy meg kellett csinálni, amit kellett. Annyi lett volna a jelenet egyébként, elmesélem nektek sztoriba, annyi lett volna a jelenet, hogy meg kellett volna botránkozni azon, hogy Benkő Dániel mesztelenül van kint, a teraszon, vagy tököm tudja, hogy hol, és valami vitát kellett volna gerjesztenünk, és veszekedni kellett volna, hát én tudok vitatkozni, amúgy is, de hogy ez volt a megírt sztori, aztán ott közölték, hogy mivel rohadt hideg van, ezért nem ez lesz a feladat, hanem gyakorlatilag, hát az már súrolta a 18-as karikát, de inkább 16-os karikát, úgyhogy azt most annyira nem részletezem, de annyi volt a sztori, hogy gasztroszexualitás órát tartott nekünk, mint a Benkő Akadémia tanoncai, és mondtam, hogy ha engem fölhív bármelyik haverom, hogy mióta vagyok a Benkő Dánielnek a tanulója, mondom, én letagadom, tehát hogy borzalom volt. De ott életemben először elmondhatom, hogy füstölt sajttal kötöztem meg egy nőt. Mert ez volt a feladat. Tehát a tévé nem mindig azt adja, amit előre megbeszél. Látod, Lili, most nem mondtam semmit, mégis kiestél, sajnálom. De azt a részt kivágták, hála az égnek. De elég sok kínos dolog benne maradt, maradjunk annyiba. Mehetünk. Rendben van, Angelika. Lehet veszek tagságot. Köszönöm szépen, Nóra, ez nekünk egy támogatás, ezt szoktuk visszaforgatni eszközökbe, játékokba, nyereményjátékokba, úgyhogy köszönjük. Bug volt, értem. Arra emlékszel, Esi? Na, én voltam az egyik tanuló. Büszke vagyok rá nagyon, dehogy vagyok. De például volt ilyen.
Éjjel-nappal Budapestben a tetováló szalonban voltam, visszajáró karakter a Kristoffhoz. Meg nem is tudom, hogy még mi volt a másik. Valami puccos cucc volt, mert emlékszek, hogy öltönybe kellett menni. Amikor nem jut eszembe a valós neve a csajnak, de aki az Alexát játszotta, és valami új száma debütált egy diszkóba, ott kellett szólni a tulajdonosnak, hogy borzalmasan hamis, állítsa le, ez egy rakat szar, meg stb. Engem mindig ilyen gonosz karaktereknek válogattak be egyébként, soha nem, hogy hú, de kedves valaki voltam. És akkor én voltam az, aki ott panaszkodott, meg leállítatta, és akkor utána elnézést kértek, stb. Meg közben kajálnunk kellett. Hála az égnek, ez mi a szar volt? Mindig majdnem olyan szerepeket kaptam, ahol vagy kajáltam, vagy ittam. Rám néztek, úgy voltak vele, adjatok neki enni, addig se panaszkodik. Rendben van, Zsebi baba, szia, és köszönöm, hogy itt voltál. Rendben van, Józsi Bálint. Úgyhogy ott tényleg az volt, hogy... Amúgy bántás ne essék. Tudom, hogy autotune-nal jól szól a csaj, de élőben tényleg nem jó. Tényleg nem jó. Hamis. Tehát, hogy tényleg hamis volt, nem volt nehéz megjátszani a szituációt. Amit már fölizélnek, az sokkal jobb, de élőben nem. Innen is rip. De hát ezek nem most voltak, meg ugye mi dolgoztunk külföldi streamer oldalnak is Janával. Nem is tudom hova. Horvátországba vagy Csehország, tököm tudja hova. De hogy Hollandia, nem tudom, külföldi oldalon dolgoztunk Janával. Ott én még csak Pokémon Live voltam, ő meg zenét szerzett élőadásba. És utána döntöttük el, hogy elkezdünk YouTube-ozni. És akkor utána már ismertek minket, így az előzményből szerintem sokan nem tudtatok ezekből sokat. Szia Liliana, mit szóltok? Így most nagyjából pár dolgot így elmesélgettem azokból, amik így szerintem YouTube-on nem nagyon vannak fönn még. Hát, lögdössetek oda-vissza. Hát, bazd meg! Már bocsánat. Jó, ne haragudjatok. Így nem fogok szintelni, sajnálom, ne haragudjatok, most kijövök. Ennek így semmi értelme. Ezt elrontottam, ezt a pályát. És még több, mint a fele hiányzik. Írtó lassan haladunk, srácok. Na, dobok egy opciót nektek, jó? Mindjárt kaptok egy szavazást. Semmi baj az egésszel, én nagyon örülök, hogy ilyen jót játszottunk. Csak, hogy ami szintet itt elérek, ezt 20 perc alatt megcsinálom live-on kívül. Én sajnálom, hogy live-ban nem. De mindjárt kaptok egy szavazást. Lili, őszintén, alig haladunk 10 perc, jó, megyünk még egy kört akkor, de 10 perc alatt alig növünk ennyit. Akkor nem lesz nagyon simán meg az ennyi. Nem? Megnézem neked most mennyit növünk, figyeld. Ha egy pályát se bírok átvinni, akkor nem, és az a baj, élőadásra rájöttem, lesznek felvételek, ahol tök prón játszok. Élőadásban, ha elkezdek pofázni meg minden, nem koncentrálok a játékra, érted? Megvan a varázsa, de nem jó. Na, laza két óra. Ha meg nem megy a live, akkor bármikor kilépek, újraindítom, és gyakorlatilag megvan 40 perc alatt se. Csak nem akarom elvenni az időtöket. Többek közt. Addig bedobom a szavazást, amíg ezt tölt. Mármint bedobnám, hogyha azon a fiókomon lennék. Nem. Egyedül nem szeretem azt a játékot. Nem tartom jónak, csak amikor csoportosan játszok. Látom, hogy mindjárt megy a pálya, nem kell aggódni. Itt vagyok. Abból live lesz. Valamikor.
Hogy visszajöttem, mi? Ja, hát nagyon félreértések voltak, ők azt hitték, hogy még a héten se dolgozok, mondom, ácsi. Az kéne még, akkor végképp nem lenne pénzem kenyérre. Hát igen, holnap dolgozok, és elméletileg utána pedig szombaton, ha minden igaz. Lett, hála az égnek. Zsolt, a szavazást át tudod megint dobni, mert azt akarom kimásolni, csak éppen kerestem volna vissza a fiókodba. Nem bírom megjegyezni, mi az oldal neve. Mármint, hogy a Messenger üzeneteinkbe kerestem volna vissza, csak látom, hogy közben benéztél, vagy megjöttél. Na, az gyönyörű volt. Hát igen, az Among Us tényleg csoportban jó szerintem is. Beértünk. Már akkor addig megcsinálom a szavazást. Addig hajrá, hajrá! Írjál már rám Zsolt, mert annyi Zsolt ismerősöm van, és nem ajánl be valamiért téged, hogyha beírom a keresőbe. Hülye a Facebook. Köszi! Na majd ti döntetek a szavazásba. Na. Látom, hogy sorsol, nem kell aggódni. És ezt addig meg fogom párszor osztani. Kiestél, az nem jó. Itt tudtok szavazni, mindenki nyomjon egy szavazást, amíg megy a kör. Remélhetőleg, hogy jó lesz. Plusz Bogi, megtennéd, hogyha majd már nem látszik, beteszed újra. Köszi, amíg játszunk. Mert hogy már a két live-ot terveztem, de időben nem úgy haladtunk, ahogy én azt elterveztem. Aztán nyugodtan szavazatok arra, hogyha azt szeretnétek, hogy maradjunk a Fall Guys-ba, akkor azt nyomjátok. Én mindennek örülök. Hali! Hát az egyet válasz. Vagy ahogy érzed. Szia Ivet, te is szavazzál, ott a szavazás. Elvileg még vissza tudod nézni, a most jöttél is. Arról, hogy folytassuk a Fall Guys-t, menjünk át esetleg Beyond Two Souls folytatni, annak kb. A felénél vagyunk a játéknak, vagy pedig kezdjük el a Life is Strange 2-t. Új, de kár volt, ezt láttam, hogy elcsesztem. Shit, mert megint arra figyelek, hogy pofázzak. Muszáj néha jobban koncentrálnom. Jó, ez meg lesz. Hát az csak nincs 24 ember. Jó, ez nincs 24. Ben vagyunk. Ben van még, aki ben volt, vagy már csak én vagyok? Azt hiszem, Csengettyű, te is itt vagy, ugye? Ó, kiestél, sajnálom. Na, akkor megnézzük, meddig jutok én, addig szavazzon mindenki. 23-an vagyunk. Hát szerinted, ha szétrédzselem magam, Lili, akkor lesz esélye, hogy még több koronám lesz? Nem tudom. Van időtök szavazni, amíg lemegy a kör és kiesek, addig tudtok szavazni. Max, akkor hogyha a Fall Guys marad, akkor viszont elmegyek, meg így is úgy is elmegyek szünetre, mert majd kell intéznem egy telefont.
Janar elmért, hogy majd hívjam. Azért kérdeztem, mikor lesz vége a live-nak, mondom, hát amikor meg lesz a szín, de ha így haladunk, akkor viszont nem tud elérni, mert akkor nagyon sokán lesz vége. Cseresznye narancs. Cseresznye narancs, most csak ez a kettő van. Igen, mert most ezt a skin tudod megvenni. Narancs. Ne fogdossá, hoddog. Rendben van, Gergő. Cseresznye dinnye. Alma banán. Alma cseresznye banán fönn a dinnye. Alma cseresznye banán fönn a dinnye. Alma cseresznye banán fönn a dinnye. Alma cseresznye. Cseresznye. Valahogy meg kell jegyeznem, memorizálni kell. Na. Banán alma. Dinnye cseresznye narancs, dinnye cseresznye narancs, banán alma, és fönn a szőlő, dinnye cseresznye narancs. Elfelejtettem. Dinnye cseresznye narancs. Bazd meg, hol a banán? Jó, itt volt a banán. Jó, meg vagyok. Akik most jöttek, üdvözletem, hogyha jól érzed magad, dobj egy lájkot, és ne felejtsetek el szavazni, amíg megy a kör. Nagyon szép. Most be fog dobni valami csapatot, vagy a farok fogdosós. Szia újra, cápa cica. Vagy most mész el. Ó, gyümölcsöső, nyilván. Hát más se kell. Ez a best. Pofánkban narancs, meg a dinnye. Szeressük. Ja, nem tudtam, hogy elmentél, azért kérdeztem. Azt tudom, hogy játszottunk és voltál, azért annyira hülye nem vagyok. Itt az a rossz, amikor konkrétan abba akadok el, hogy a másikak elesnek. Mint most. Tehát ez kurva jó volt. Hogy idézőjelesen a mások bénaságai miatt esek hátrébb. Kellemetlen. Itt hallod, itt ízni, mint az óvodások, kézenfogva megyünk. Már csak az óvónénit kéne megkeresni. Jó, 9. hely, gyönyörű. Harry Potter 1-2, nem tudom. Jana jobban szereti a Harry Pottert, mint én. Én el vagyok vele, de nem volt soha annyira hú, de nagyon a kedvencem. Sose tudni amúgy. Én most megyek, ha tart még a live, akkor majd visszanézek. Rendben van, Lili, köszönöm addig is, hogy itt voltál. Meg a játékot is, szia. Na, felezünk még? Ó, fuss fel a koronai. Mindig hátulról indulok, ebbe soha nem indulok előről. Meglátjuk, hogy megtörik-e. Középmezőny, megnézzük, finálé. Ha még ezt hallod, Lili, lehet várd meg, meg lesz az első koronám. Próba cseresznye. Bár előnyösebb annak, aki előről indul szerintem. Én bejövök ide. Úgy van, boruljak el. Gyönyörű volt. Oké, le vagyunk maradva, mint a borra való, nem picit, hanem nagyon. Bazd meg, egy lépés, és nem. Ez még messze volt. Itt ha nem az első sorból indulok, kb. Esélytelem. Nem baj, azért köszi, Liba Pipa. De itt még sose indultam előről, tehát mindig hátulról. Na mennyi XP-t ad? 358. Ez mondjuk szépen megdobta. Na nézzük meg, mire szavaztatok, mert volt egy szavazás. Most még, amíg én azt mondom, hogy beállítom, stb. Lehet szavazni. És eldől, hogy mivel folytatjuk. Mindjárt megnézzük. Már is kapcsolom át. Azt mondja, kijelző felvétel, jövünk ide, eredményt szeretnék látni.
Szia, Mufi! Felébredtél? 42% maradjon a Fall Guys. Hát ezzel megleptetek, srácok, de hát hogyha ezt szeretnétek, akkor ezt szeretnétek. Nyilván így lesz. Marad a Fall Guys. 865. Jó. Ti döntöttetek? Akkor folytatjuk. Viszont el kell mennem egy 10 perc a zenebe nyomásra, mert fel kell hívnom Janát telefonon, és akkor ne menjetek messzire, esetleg menjetek ki pisilni, hozzatok üdítőt, ennivalót, és 10 perc múlva legkésőbb jövök, ha hamarabb végzek a hívással, hamarabb jövök, maradjatok a közelbe, és folytatjuk a Fall Guys-t. És csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben még néhány királylány, hogy megtöri csókja a boszorkányát kár. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, amíg a mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsókol mind, aztán megy tovább. De kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsókol mind, aztán megy tovább. De kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyermekmentő. Király. We'll be right back.
lenne időm. Vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érettel dafkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, seltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Jó lesz az a már is,
Nyugalom, itt vagyok. Nem vesztem el, rossz pénz nem vész el, csak átalakul. Na, nézzük ki az, aki itt van és szeretne jönni. Cápa Cica is fenn van, kap egy meghívást. Csengettyű megvárt. Üdvözlök újra mindenkit, újra itt vagyunk, megyünk tovább, mert ezt szavaztátok meg, és a nép szava szent, úgyhogy nem véletlen szavaztattam. Akkor maxoljuk tovább live-ba, és csak intéztem a telefonhívásom, jelenet kellett megerősítenem egy dologba, illetve megbeszéltük, hogy majd rendelek pizzát, bizony. Szia Zsanett! Amúgy is valaki a live kezdetén azzal kezdte, hogy először rendelt maga pizzát, úgyhogy már akkor megkívántam. És néha nekünk is kiár. Na! Köszönöm szépen, Mufi! De nézz ide! Felírogattam! De azért köszönöm szépen! Amúgy mi újság, Mufi? Aludtál, vagy hol jártál, amíg nem voltál? És szia, Kriszberta! Mindenkit üdvözlök, üdvözlöm ezt a 25 főt, aki itt van! Most kivételesen spamelésből egy emojit küldjön, hogy lássuk, hogy itt van. Ha szeretnél, ha nem, akkor nézhetsz úgyis, hogy nem írsz semmit, az se baj, de ne felejtsd el lájkolni a live-ot. Szuperchattel és szupermatricával és tagsággal tudsz támogatni, Instagramon is kövess be. És ha szeretnél velünk játszani, Steamen is jelölj be, és elfogyott a kólám, majd a következő meccs előtt hozok kólát. És nagyon köszönöm, hogy megvártatok ebbe a 10 perces várakozóba, csak közben elmentem még pisilni. Ilyen csuda dolgokat csinálok itthon. Szememet sem dörzsöltem meg rendesen, hanem ültem a laptop elé, értem. Aludtál akkor. Semmi baj. Szia Tifi, mi újság? Most végeztél, suli? Val. Dév és a ragozás. Most végezt, suli? Ősember lenni, Dév! Minek ugrok nagyot? Épp jókor jöttél, Tifi, mert most jöttem vissza szünetről. Hát, mióta cserepes növény lettem, föllöknek, úgyhogy majd skincsere lesz. Nyilván a skin tehet róla, nem én vagyok ügyetlen. Ezt már ezerszer megbeszéltük. A szegény mit csinált ott a sarokba? Szegény búvárkund. Látom, csengettyű hasít, ott van elő a kis galamb, vagy az lehet, hogy éppen cápa... Nem, cápa cica a fekete cucc. Lökjébe kalapács, hát majdnem. Dehogy is, 15-kor végeztem, városba voltunk még, de lassan egy órája itthon vagyok, tök jó. Holnap 7. órám, tesi. Én nem szerettem az utolsó óra, tesi, mert lefáradok, mielőtt hazamegyek. Csak nem tudtam, hogy live van. Majdnem mindig van. De Instagramon mindig kiteszem sztoriba, meg a modi csoportba is. Bennedet inkább nem mondok semmit. Egy nap három matek, úristen! Még meg is fulladok. Három matek van egy nap? Hát egy óra matek, vagy nekünk dupla matekunk volt gimibe, az lezsibasztotta az agyam, és utána volt angol töri magyar, de az is szarkombó volt, de három matek zsinórba? Az nagyon kegyetlen. Jézusom. Hát nem irigyellek, Tifi, kitartás. Három matek. Nekünk csak dupla matek volt, meg meg dupla angol, meg dupla töri. Tényleg nálunk is minden dupláztak, meg dupla magyar. Hát mi volt a gimnáziumommal, mindenből dupla vagy semmit szerették. Ott tartok, Aragonban, mint te. Ú, de jó. Csak ne spoilerezz, kérlek, mert én tényleg nagyon beleéltem magam, hogy lehet, hogy gonosz a hercegnő, meg minden. Fogjuk folytatni. És akinek tetszett a tegnapi game, még ma, aztán még ma 4 euró, de nem tudom hány óráig. De azért is sorsoltunk kettőt, egyet én, egyet pedig Zsolt ajánlott fel, innen is még egyszer, köszönjük szépen. És örülök, Kagan, hogy tetszik és kedvet csináltam a játékhoz. És próbálok közben amúgy nem leesni. Gyere nekem. Júj, ott még beférek, ahova befér 4 ember, a 5. is befér. Sok jó ember, kis helyen is. Büdös. Meg elfér. Engedjél már, te sárga halat, te! Marsupilami. Kb. Úgy nézel ki. Sárga bab. Hopp! Babzsák. Még egy valaki essen már ki. Jó, megvagyunk. Ezen a pályán még nem voltam, de kiestem. Sajnálom, ez elsőre nehéz. Köszönöm szépen, Kagan.
többi nap van dupla. Aha. Ebben az évben minket megkíméltek dupla-tripla dolgokról, tavaly nagyon megszívtam ezekkel. Mert fáj a torkom, meg kezembe izomlázom. Mondtam, hogy pihenj és aludj egy jót, tifik. Mármint úgy értem, hogy tényleg pihent ki magad. Már annyiszor köszönöd meg, elpirulok. Ó! Oh! Sensei! Arigató Zsolt. Zsolt-kun. De ez nem annyira. Félek, hogy korona, mert azoknak van izomlázuk. Hát végtag fájdalmuk van az izomba. Tehát van, de figyelj, hogyha úgy van, akkor beszélj a házi orvosatokkal, és kérjetek egy tesztet. Mondd el a panaszokat, és akkor küldenek ki tesztet, mint ahogy nekem is. Cseresznye, alma. Ez a kettő van itt. Cseresznye, alma. Hello. Cseresznye. Itt a cseri, hol a cseri? Cserkó cunami. Fúj, de utáltam azt a reklámot. Dinnye, banán, cseresznye, narancs. Dinnye, banán, cseresznye, narancs. Közben nem tudok csetet olvasni, mert rossz a memóriám. Dinnye, banán, cseresznye, narancs. Dinnye, banán, cseresznye, narancs. Pontot állok, teljesen jó. Vegyetek körbe, nagy ölelés. Jaj, lelök a kis köcsög! Akarom mondani, szemét kis huligán. Szöllő cseresznye, szöllő banán narancs, dinnyelből puskázás lesz. Cseresznye, szöllő... Ezt elcsesztem. Cseresznye, az cseresznye volt. Erre emlékszek, ez a cseresznye. Nem a, a fölötte levő is, jó. Szia újra, Lili! Ott voltál még, amikor nem szereztem koronát, de fináléztem? Pont akkor mentél, és mondtam, hogy még ezt várd meg. Vegyél példát rólam, és aludj. Tényleg, aludj egy jót, az biztos segíthet. Igyál egy jó meleg teát, és aludj egy jót. Rajtam is a legtöbbet az gyógyított, akármilyen nyavaján volt, hogy aludtam. Ha már suli közben nem tudsz. Akkor se, hogyha iszol egy meleg teát, veszel egy meleg fürdőt és alszol. Én úgy szoktam. Ja, csak este. Én most is néztem vissza a Nessai-nek a Crash live-ját. Mi van négy labda, more? Ja, mert rohadt sokan vagyunk. Ilyet se láttam még. Hát, kérlek szépen, mi ez? Beindul a futball idén. Jézus Mária. Szent József. Jaj, ezt védjed ki, sárga tesó! Én meg jó belököm magunk felé, Dave egy idióta, kuki vagy. Jó, a másikat ők lökték be, de az egyik sajnos az én hibám. Ezért javítanom kell. Úgy, nagyon szép! Majdnem szép. De nem áll, még a kalapács is nekik segít. Dino, toljad Dino. Azaz. Hoppá! A kalapács belőtte. Hozzánk meg kettőbe ment. 4-1, ez már nem jó. Adjál egy dupla labdát. Azonnal dupla labdát, jó? Na, azt kezdtem el mondani, hogy Nessai live-ját hallgattam, mert idő után lefeküdtem a párnára, és én még azon is elaludtam az utolsó egy fél órába. Tehát, hogy én meg bármikor el tudok aludni, ha jól lakok. Jó, bezabálok, mint a disznó, és utána alszok. Tehát tényleg megettem a finom paprikás burgonyám, és utána aludtam. Én mostanában nagyon el tudok aludni. Még nem vagyok teljesen 100. Úgy, paprika, vagy paradicsom. Jaj, a hülye kalapács! Nem jó. Ó, 5-1. Ezt már buktuk. Ez már nagyon túros bukta, szia Máté. 6-1. Hát mindjárt 7-1. Gyönyörű. 8-1. Hát figyelj, ennyire rég aláztak már meg minket. Maradjunk annyiba. Innentől leállhatok és integessünk. Szia! Egy délután nem bírom ki, hogy ne aludjak. Egyre tovább jutottam. Így kell, sok fejlődés. Kalapács. Igen, kövibe jöhetek? Igen, mert most kiestünk. Megy ez a szín. Igaz, hogy lassan, de megy. Jó. Már majdnem csak 1000 kell. Gyere, Lili. Ó, kóla!
Tudtam, hogy valamit elfelejtek, mondom, hozok kólát. Kevesebbet iszok, mint előtte. Mehetünk. Jaj. És skinváltás. Tudod mit? Leszek kalóz. Leszek kalóz. Bekalózkodunk a fináléba. Tetkós kalóz. Ősember rajzos tetkós kalóz. Kék pofájú kalóz. Így. Best. Mehetünk. Átöltöztem. Én meg kaját hozok. Jó étvágyat. Én is kékkel voltam tojásosban. Megnyertük 30 ezer, az jó. Dehogy nem. Kólázok én. Csak kevesebbet. Szia, Julcsi. Hát... haladunk, de még több mint ezer kell. Képzeld, amikor ma beléptem Fortnite-ba, random kaptam Epic-től 300 V-Buckot. Valamit visszatérítetek, meg fogom nézni. Figyelj, Tifi, akkor mondom, házi orvos, telefon, azt tud segíteni. Tényleg. Mi újság van, Julcsi, mesélj? Múlt héten kaptam egy kismacskát, és mi a neve? Miért? Azzal megszivatnád magad, hogy lehet, hogy kiderül, hogy beteg vagy és meggyógyulsz? Vagy otthon maradsz két hetet, az is nagyon nagy baj. De rád bízom, én csak javaslatban mondtam. Jaj, a munkahely miatt, tényleg. Hát, de ha ott meg rosszul leszel és hazaküldenek, hogy rosszul vagy, az se lesz szám jobb. Én értem, hogy nagyon szeretnéd dolgozni, mert én is ilyen maximalista vagyok, hogy... hogy én még betegen is bemegyek a munkahelyre, aztán utána abból probléma van. Jaj, bazd meg, mamut! Akarom mondani. Ezért nem haladunk, Lili, látod? Most nem bántásból, amint megjön Lili, esélyem nincs. Ezért nem akartam folytatni a folgást, de megszavaztátok. Arra emlékszek, én majd rendelek pizzát, ha végre hazaérek. Ugyanaz lesz, Zsolt. Mit ebédeltem? Semmit, reggelire ettem paprikás krumplit. Egy somlói galuskát. Semmi voltam, most év első táncán ennyi. Jó az. Na, gratulat csengettyű. Úgyhogy ezért mondtam, hogy nem bántásból, de én jobban szeretek úgy játszani, hogyha... ha nem olyanokkal játszok, akik profik, vagy jobban koncentrálok. De a szezon 2-re ez már nem érvényes, mondtam, ami ebben a szezonban elhangzik, az érvényes, látok, utána új szezon. Aha, hát ugye Jana megfőzi 4 órakor, hajnalba, és akkor nyilván megeszem frissen. Nem szereted, Mufi? Na mindjárt kikeressük a versenyzőket. Csengettyű, 10:47. Ott van. Igen, 4-kor kelünk, megfőz 5-ig, és ő már 6-kor úton van dolgozni. Akkor van ideje. Azért szoktunk sokszor már 8 után elköszönni és pihenni, már reggel 4-kor mi kelünk. Azért vagyok néha hullazombi. Mert elmegy, akkor se bírok már visszaaludni. Szia, emlegetett szamár! Pont most mondtam, hogy 4 órakor főzök. Láttattuk, hogy csengetjük beért elvileg. Én meg már az első körbe elcsesztem, mert pofáztam. Úgyhogy mindegy.
Ó, Lili, te is kiestél, na, az hogy? Azt hittem, hogy nem. Júj, csengetyű, slime climb. Ez az egyik legnehezebb pálya szerintem. Jelenleg, aztán majd csütörtökön, mikor megnézik a szezon 2-t live-ba, kiderül milyenek az új pályák. Nem tudom, hogy most van-e hely, Zsombor, de ugyanaz a válaszom, mint Lilinek volt, hogy szeretnék haladni, és mivel ti túl profik vagytok, ha én kiesek az elsőbe, akkor fél óráig csak nézzük azt, hogy ti játszotok. És én most nem rejtettem véka alá, hogy szeretnék letudni a szintelést. De hogyha valakinél majd lesz hely, akkor persze jöhetsz egy kört. Meg már előbb, mikor mondtam, hogy majd jöhetsz, utána nem voltál itt, amikor lett hely. Ja, nem is jót mutatok közben, miért nem szóltok? Csengettyű, 10.47. Ben vagy még? Hát mert így illik, azért játszunk együtt, hogy megvárom, viszont így tényleg irreálisan szarú haladunk. Cél előtt estél ki, jó? Nem, billentyűzette, nincs kontrollerünk, vagy ami volt, az elromlott. Meg ugye meg vagyunk négyen, mehetünk. De akkor csengetjük utána bejöhet a helyedre Zsombor, mert hogy te most sokat voltál. De amúgy meg nem, szívesen végignézem, csak azért mondtam, hogy azt hittem, hogy végzünk 4-5 órára, hogy meg lesz a szint. Mert amikor én live-on kívül játszottam, akkor fél óra alatt megvolt egy szint, és, vagy egy óra alatt megvolt egy szint, most meg x órája konkrétan jó volt benne szünet, de hogy 2 óra alatt nem lett meg a fél szint. Rendben van. Nem te! A csengettyű volt sokat, úgy mondtam, és azért jössz te majd, Zsombor. Hát mikor én mondtam, hogy lett hely, akkor már nem voltál a live-ba. Az még akkor is jó. Félreértetted, Zsombor. Na, az ha mind odaáll, akkor ez nem lesz jó. Á, bazd meg, akarom mondani. Mindegy. Éreztem, hogy 2,5 óra Fall Guys már rohadt sok. De ti akartátok, hogy maradjon. Most már akkor is megszerzem azt a rohadt szintet. Addig én nem lépek ki. Ajjajjajjajjajj. Jó, hát ez megvan. Igazából még volt idő. Én ma összeraktam az Xboxot, és hajnalig nyomom Assassin's Creed Rouge-ot, vagy Rouge-ot, Black Flag-et. A Black Flag-et nem ismerem. De jó játékot hozzá. Na, az babám, majd nekem is mondd meg, mert van jó pár, amit nem akarok látni, mikor bedobja a szar TikTokokat. Mármint tényleg nem akarom látni, ahol, bocsánat a kifejezés, és segrázás van, ilyen fingós tartalmak, agyonkáromkodás, cigányszidós fingós tartalom, segrázása, így ezek kombózva, meg nem tudom, borzalom, miket dobál föl random.
De legtöbb a káromkodós, tehát inkább az szűrjük, tehát nem Radics Peti káromkodás, hanem ilyen nagyon alpári, vidéki és cigányos káromkodás. Én nem vagyok rasszista, de olyan szarokat ad be, amire azt hiszik, hogy vicces és nem vicces. TikTok mély bugyrai. Majd a sima Jurassicot is, szerintem 24 órásnál hamarabb nem folytatjuk, de valamikor majd játszhatjuk azt is. Csak ugye most megkaptuk ajándékba a Soul and Puffs, vagy valami ilyen játékot, az eltől, majd azt is kipróbáljuk Janával nyilván. Az olyan, mint a Lost Ember, meg a Rókás volt, tetszeni fog. Gyönyörű a zene, meg a design, én már belenéztem. Szex tartalom, meg kár. Azt mondom, a szexes tartalmak nekem is mehetnek a francba kifele. Nem vagyok kíváncsi arra, hogy 12-3-4 évesek azt hiszik, hogy tudnak szexuálisak lenni, vagy legalábbis így akarnak követőt szerezni, és borzalom. Mázliuk, hogy nem én vagyok a szülő. Úgy, te tudtam, hogy fejbe ver. Azaz, lökélek. Jó, nem lökött le. Úgy. Nagyon szép. Á, be kell érnem! Ha beledöglök is. 23-24, jó. Jurassic World, ez a simát nagyon szeretjük. Blackfaget nem ismered? Na ne, legjobb AC szerintem. Nem ismerem. Régen kb. Csak Heroes Might and Magic-eztem. Rage puzzle játék. Nem hallottam még én se róla. Na, bennmaradtatok? Na, a Block Party az még ma nem is nagyon volt. Bármint úgy volt, hogy cápa cicát néztük, mert én már kiestem. Úristen, mennyien vagyunk, itt tömegnyomor lesz. Az irodalomtanár azt mondta, hogy jó hangszínen van a versmondáshoz. De jó, én jártam versmondó versenyekre, meg írtam is verseket, meg jelent is meg versem. Egyik kedvenc tantárnyom volt az irodalom, nagyon szerettem. Onnan jött a drámapedagógia iránti szeretetem utána. Hát örülünk, ha ilyen jót mondott, tök jó. Sok sikert! Az a téli sport ültetvény, a siker. De a büdös kakas, ja, azok ti vagytok, akarom mondani, kedves, kedves gonosz mongufták. Megbeszéltünk valamit a fogdosásról. Ugye, Lili? Most nagyon koncentrálás, rálok. Miért vagyunk ilyen sokan ezen a pályán? 28-an? Mondjuk már abból heten leestek. De ez irreális, hogy ilyen sokan vagyunk. Itt olyan tömegnyomor lesz, meg borulás mindjárt. Mondom. És innentől van baj. És nézd meg, bazd meg, megfogott a kis köcsög! Hát, hogy szakadjon beléd egy marék nápolyi, meg még egy sportszelet, meg egy Snickers! És megint megfogtak. Marad benn mongufta? Lefogtak. Lelökött. Jó, akkor mindenki kiesett. A finálé előtt. Nem baj. Akkor most csengetyű helyett 21.39 az a Lili, jön Zsombor. És ennyien maradtunk fent, akik folgájszoznak. Ez nagyon csúnya volt, hogy megint nem magunk miatt estünk ki. Indíthatjuk. GameStar táborban sokat játszottunk, gépre megvettem. Porosodik a Uplay könyvtárba. Wow, nekem sose volt nagy szobám, hogy 10-en laktunk egy szobába.
Ezt én mindig elbénázom, Bogi, én is egyre többször. Csak nekem begol úgy a chat, hogy úgy ír, hogy egymás után írok és senki nem ír. Lép ki a live-ból, meg vissza csengetjű, a segít, én is kilépek és befrissítem. 60 like, köszönjük szépen, aki még nem lájkolta, dobjon egy hatalmas lájkot, köszi. Visszatért a nápolyi szöveg, muszáj volt visszahozni. Csúnyábbat mondtam volna. Nem tudták kilépni. Nekem szerintem ennyi a játék mára elég volt. Rendben, cápa, cica, megértem. Köszönjük a közös játékokat. Veszek bele eskü videókártyát, csak csúsztasd ide. Ennyi. Na. Rendben van, jó fürdést. Hogyha még úgy van, akkor gyere vissza a live-ra. Ha nem, akkor pedig jó játékot kívánunk neked. Na, ez gyönyörű volt. Csúszik a kalóz. Meg itt a kalózkodás? Anyád, akarom mondani, Nokedli. Nem? Mi volt ez a zöld dzsuva? Valaki ilyen nagyon... Az, mi az a zöld, neon zöld takony? Na, kellett beszólnom. Úgy van. Azt! Még 6000-szel, jó? Hát! De jó játékos vagyok. Úgy fog hiányozni ez a szezon 1-es pálya. Nagyon. Főleg ez a kis pofánvágós, szélkereplős, akármi. Lapát. Köszönjük. Legalább haszna lenne a lapátnak, hogy takarítana, nem az, hogy minket kilök. Jó, az jó lesz. Hopp! Ellöktek! Jó, tömeggel, de megleszünk. Ó, megállt! Ó, hát köszönöm a szurkolást, mindjárt megfog valamelyik, jó nem? Most jó lett, szuper csengetjű. Az én középiskolás... iskolás! Az én középiskolás életemben nem mondhattam még el, hogy mennyire vidám! Akarom mondani, az én középiskolás irodalom tanárodról nem is kell beszélni, ilyet mondani diáknak, amiért nem ért be dogára, hogy ugorjak a busz elé, hogy megálljon, és legalja volt, amit a tanár mondta, de ez tényleg parasztság esély, ez nagyon gáz egy tanártól. Amúgy is, nem csak egy tanártól. Utálom ezt a pályát, én el vagyok vele. Hali Vanda. Mi újság, milyen napod volt? Én el vagyok vele, Bogi, de én ezt nem... Ezt egyre jobban... Azt mondtam, hogy semleges vagyok vele, de én ezt nem bánnám leghamarabb, ha kimennék. Ezt nem szeretem már. Már nem szeretem! Egy live kellett, hogy azt mondjam, hogy nem szeretem. Hello, Luca. Újra. Tényleg, babának, amit beszéltünk, azt elmondtad már, vagy még várat magára az este folyamán? Csak mi fogjuk érteni ide, hogy már túlestél rajta, azt mondjad. Bum. Mondjak egy viccet? Kettőt? Dave jó játékos! Mekkora vicc! Akkor is megszerezzük ma azt a rohadt 40-es szintet, ha 4 órába telik, akkor is. Most nézem, hogy amúgy a kampó kezünk is neon zöld. Azt hittem, nem ugrottam. Jó van. Oda a tömegbe. Ben vagyok. Mufi, csak én azt hiszem, hogy a videókártya, de akármi más is lehet. Aha. Tényleg be kéne szereznem amúgy egy asztali gépet. Mindenki hallotta ezt a kacajt. Ó, elnézést. Bent vagytok? Közben közérdekű információ, a Pokémon Go-ban 18 órától 19 óráig új sapkás Pikachu elérhető, ha most belépsz, majdnem nagy eséllyel találsz egyet, és elkaphatod. Reklámot hallottak. Csak jelzett közben a Pokémon Go.
De most nem hat meg. Jó! Majdnem leestem! És nem csak majdnem. Hiányzott már a rage-elés. Megjött. Tessék. Mennyi időnek kellett eltelnie hozzá? 2:42. Megnézem, hogy van-e bent valaki. Az én irodalom tanárom, Krisztián, az nem jó. A fülem, bocsika. Ó, köszönöm szerelmem, Isten útja kifürkészhetetlenek, de a tiédnek nem kell azoknak lenni, használd az indexet. Jaj, mármint a weboldalt? Ez félreérthető. Én direkt kiestem, köszönöm. Akkor mehetünk tovább? Jaj, basszus, Zsombort nem néztük, hogy ő kiesette, elfelejtettem, bocsi Zsombor. Na már nem sok kell. Rosszul láttam. 700 alatt. 699 kell. Dick, a Zsombort nem figyeltük. Elfelejtettem. Nyugodtan jelz le. Lili hova lett? Jaj, most menjek egyet magam, jó? Értettem. Csak azt hittem először, hogy a izébe. Azt hittem, hogy az index mint weboldal. De szép látni ott fent azt a kis zöld jelet 1000 forinttal Janával. De nem is az 1000 forintra szép, hanem az, hogy látom a szerelmemet a kis ikonba. Alig várom, hogy hazaér és pizzázunk. És nem a pizza a fontos, hanem te. Ja, értem, menned kell, Lili, rendben van. Akkor is összeharcoljuk ma ezt. Ezt a szintet már meg kell ugorni, maxosan kell elkezdeni, mert elhangzott a live-ba, amit mondtam, hogy szerintem, aki maxos, megkapja ingyen a Battle Pass. Ha nem így lesz, csalódok. Összedől a világ. Nem lesz kenyér a boltba, éhen hal a templom egere. Mitől álljulsz-e öreg anyó fangörcsétől? Várj, mindjárt elolvasom normálisan. Fél szemmel láttam csak. Hopp. Mufi hopp, már is egyet elkapott. Bocsi. Bátor vagy te, mint a oroszlán. Nem a fóka, a sima. Hopp! Top 4. Szia Balázs, Mizu. Szegény nem tudja, hol a ajtó. Segítsetek már neki. Hol a ajtó, te bab? Nem tudta meg. Mindjárt elejön Mufi, öreg anyátok fangörcsétől. Ja, értem. Én vagyok a legbátrabb pizsamás őrző Luxal. Ennyi. De miért kell ezt ennyiszer beadni? Már ecseteltem, hogy nem szeretem a pályát. Azért is szivat a játék. Nem azért, mert nehéz, unalmas nekem ez a pálya. Így menjünk. Egyszer játszunk majd így, hogy nem látom előre a pályát. Jaj, de akkor arra megy, de hülye vagyok. Mondom, hogy nem látom a pályát. Hát igazából elborulva is haladok előre. Így. Nagyon szép. Azt hittem jó állok, de nem. Ez gyönyörű volt.
Akartam mondani, hogy a pontot töröljétek ki, mert a spamelés semmi értelme. Köszi. Na itt a kalapáccsal meglátjuk, mennyire lökik el magunkat. Hát aránylag jó volt. Jó löketet kaptunk, mondjuk úgy. Á, jön a golyó! Jó, hát a 30-ig meg leszünk, 22-dik. Nem, biztos nem. Én rakom ki a felet, dehogy rakom. Halloween-kor jön a pszt, jaj. Az igen. Nála hasznos tartalmak lesznek, nálam meg majd hülyéskedünk. Csak tényleg Muki halála óta nem volt erőm, hogy visszamenjek TikTokra. Pedig naponta növünk, tehát hogy igazából a TikTok az nem olyan, mint a YouTube. TikTokon konkrétan nem voltam fenn 2 hétig, és vagy 300-an bekövettek az eddigi videók alapján. Mert az utolsó videók közt azon kívül, hogy hirdettük a csatornát, Muki volt a videókban, és nem volt kedvem TikTokozni. De majd szeretnék újra kicsit ellazulni, meg hülyéskedni TikTokkal. Ezt hülyeségből szerettem használni. Hopp! Ez az én lukam! Elvették a lukam! Most már nem csak a farkam veszik el, hanem a lukam is. Akarom mondani, ez még mindig egy családbarát live. Nem mondunk ilyeneket, jó? Semmit nem veszel senki. Az meg ott mit csinál? Bebagolt a ananász! Hát halló, ananász testvérem! Segítek kijönni! Ja, kijutottál, akkor már nem segítek. De láttátok, hogy ott bebagolt? Enyém. Ez is. Na jó, nem. Miért nem felezünk, mikor ketten ugrunk át rajta? Úgy lenne korrekt. Na, a sárga elrontotta, majd én se. Jó van, nem állunk vesztésre. Igazából nem rajtam múlik. De a csapatom jó. Az bőven elég. Én hiszek a csapat munkában. Egy dolgozik, többi nézi. Magyar mentalitás. Úgy, mászatok bele a lukba négyen. Nem látok. Ott az arany luk! Kiugrott az arany lukba! A sárgák. Sárgáké lett az arany luk? Hopp! Hát... Ez nem volt jó ötlet. Ott az az enyém kakas. Az az enyém. Az is az enyém. Így. Benézted cicmic. Miau. Uhú! Tovább jutottunk. Azt a kitartást, köszi. Nem kéne elkezdenem TikTokozni, kirakni a hátsom, rögtön kevesebben néznék ezt a stílust. Jaj, Zsolt, igen, neked kéne, azt írta, de félreolvastam. Ő már volt máskor is ezzel a felhasználóval, csak ne spameljen semmit, már nincs értelme. Ó, gyümölcseső! Ezt amúgy megszerettem, amennyire utáltam, ebbe voltam már első, gyerekek. Ebbe voltam már első. Csak azt kell, hogy első sorból indulj, figyeld! Jól érkezz, és ne esse el a többiekbe. Én hiszek ebbe a körbe. Egyből az alma szétcseszte minden álmom. Így törnek az álmok ripityára. A banántól, az a kurva, akarom mondani, barack! Kis barack, ugye? Ennyit arról, hogy bemondtam, hogy mennyire jól megy ez a pálya. Úgy döntöttek az égiek, hogy nem. Biztos, hogy nem csinálod meg. Júlia Szilva! A szegény falábú kalóz! Na nekem csak egy lábam van, abba is megbotlok. A kacsa! Hogy kacsa! Hogy ráncson ki téged a jóisten! Ha nem botlik fel, simán fölugrok oda.
ezt mondom, nem jó, ha felbuknak. Mert akkor mi szívunk. Jó, most már kevesebb, mint 500 kell. És akkor most nézzük, hogy kit tudunk visszahívni. Máté nincs fent. Zsombor van, ő a fekete. Agyilag már nulla vagyok, ezt mondtam, igen. Nem baj, most már végig tolom azt a rohadt 40-es szintet, és akkor megkapok egy emótot, ami azt mutatja, hogy szerzel koronát, de az nálam nem nagyon fontos, mert sehogy. Tehát majd meglátjuk. Rántott kacsa. Nyugalom, Dave. Addig is megnézem, mi újság van Instagramon. Mongufta Family néven vagyunk, kövessetek be, mert sokszor van szavazás, meg minden, ami számít a live-okba. Köszönöm a nagyon sok lájkot. Én már nem lepődök meg, hogy ezzel a pályával kezdünk. Szeret engem ez a játék. Csillelek, nyugi. Semmi baj, szia SSO Harga, mi újság, jó napod volt-e? Mesélj. Most már az 500 pont, 200-at kapunk a fináléba, vagyunk, kétszer eljutunk a fináléig, megvan. Ha meg mindig kiesünk, akkor meg még itt ülünk 2 órát. Meglátjuk. Juhú! A kalóz előre tört, Jack kapitány előre megy. Vagy Hook kapitány, ki melyiket ismeri. Jack a kalóz, vagy Hook kapitány. Egyébként anno, hülye labda, szerepeltem a kölyök klubba is még gyerekként. Tehát, hogy volt szó ma arról, hogy mikbe szerepeltem. Még anno 90-es években, vagy hát 2000-es években, 2000-es évek leges legelején, vagy 90, mit tudom én mikor, voltam 7 vagy 8 éves elsős, és akkor a kölyök klubban még akkor kalózok voltak, és a sárga csapatban voltam kalóz. Aki az én korombeli, az nagyjából emlékszik rá, és az ördög Nóri, még ott nem is ő vezette, hanem valamilyen Rita néni. Na, jó, ez gyors kör lesz. Nem tudom végignézni, de benn vagyok. 43-ként benn vagyok, úgy akarta a jóisten, játszak még zsomborra. Azt szeretném, minél ügyesebb legyek, igen, képzeld. Annyira feldühített, hogy elromlott a fülhallgatom, vettem egy Xiaomi vezeték nélküli. Ó, hát király. Nem tudom, hogy melyik évben, de akkor még ilyen kalózok háborúztak, piros meg sárga csapat, és az egyik gyerekcsapatban szerepeltem. Csak nem tudom, hogy melyikbe. Meg hát föl se ismerném már magam. Nyilván, mert voltunk vagy 20-30-an. De arra még emlékszek, hogy volt olyan. Meg az minden hétvégén ment, tehát abból rengeteg volt. Akkor még meg se születtem, meg szerintem mikor én voltam 5 éves, akkor néztem sűrűn tévét, akkor még nem adták, hanem nem emlékszem. ...20-30-en jó szám, de basszus, ne a chatet nézem, mert akkor viszont nem haladunk a játéka, hülye vagyok. Elkezdtem chatet olvasni, amikor megy a pálya, én se vagyok már 100-as agyilag. Igazából mondjuk, ha ezen kiesünk, csak nem. Másszál föl, kalóz! Ott a fekete zsombor bepróbálkozott, és át is jutott. Én itt amúgy csak kétszer jutottam eddig át. Hát most se. De hogy kétszer jutottam át eddig az egész pályafutásom alatt. Lökjél le! Lökjél le! Ez az. Csap meg. 3-szor. Add vissza, mint Döbröginek ludas matykó. Nem látok. Úgy. Megvan, csak nem szép eredmény. 20. Igen, Atályt volt kölyök klub, minden héten volt, imádtam. Én arra is emlékszem, amikor az ördög Nóra átvette ilyen 18-19 évesen vagy 20 évesen.
Én még azt is néztem. Csak benn vagyok. Most már. Rollout, jó, itt nem nézek csetet. Már akkor leesek. Meg kíváncsi leszek, hogy a középkori cucchoz jönnek-e új zenék? Ilyen középkorias folgás zenék, nagyon adnám, gyerekek. Vagy ugyanezeket fogjuk hallgatni, remélem, hogy nem. Semmi bajom ezekkel, de úgy lenne jó, hogyha szezononként új zenékkel is elődrukkolnának, bár kétlem. Engedj már el, te tajparaszt köcs! Kancsó! Konkrétan lefogott, ugye ezt mindenki látta. És a Dino is. Hát hallod? Jó, itt mindenki egy undorító spermium. Hello Jászmin, bocsáss meg, hogy erre kellett bejönned. Megyek egy kört, lehiggasztom magam. És megint egyfolytában lefogtak, és amikor megmentettem magam, az is lefog. Hát, hogy ezek komolyan a kukiukat fogdossák, nem tudok mit mondani már erre, ne engem. Ha meg nincs, akkor meg a fülüket. Vagy nem tudom. De hogy egyik megfog, oké, át kimentem magam, erre a másik megfog és lelök. Tehát, hogy mindegy. Mindegy. Nyugalom, Dave, mindjárt megvan ez a köcsög maximum szint, de hogyha nem lesz ingyen a Battle Pass a max szinteseknek, akkor rohadtul csak szórakoztattalak titeket, és nem értem el semmit. Mármint azzal, hogy maxosok lettünk. Nagy büszkeség. Figyelj, ha így haladunk, Bogi, akkor még egy órát itt ülünk, úgyhogy fogok. Megint C-show. Hátulról. Nyugodt vagy, Dave. De nyugodt vagyok. Azt a mindenit, de nyugodt vagyok. Szerintem nem egészséges Fall Guys játszani két óránál tovább, és már ez súrolja a határaim. Káros az idegrendszerre. Tanulság. De kár, hogy ezt a neon zöld szín nem vettem meg, tökre tetszik. Annyira irritálóan csúnya. Ahogy én dicsérek, senki nem dicsér úgy. Nem, elfutsz a végéig, mert egy rohadt kalóz vagy. A kalóz nem adja föl. A hét tenger ördögét legyőzi. Spongyabobot kifogja a tengerből. A rozsdás rákollót, azzal a rozsdás rákolló, az egy olló, azzal fogja levágni a lábúj körmét a falábról. Ennyire pró kalóz vagyok. Hát komolyan! Hajolj már vissza, te lila! És megint nem tudunk átmenni, mert túlzottan függőleges a lila. Megint kezdődik. Állítsátok már vissza, azt könyörgöm. Júj, taps! Rájöttek, hogy aj, bazz! Nem jöttek ezek rá semmire! Idióták! Nem baj, benn vagyunk! Szia, Siména! Na, szia, Siména, üdvözlet!
Kitartás, Bogi. Én se bírom. Az a hülye meg ott áll. Figyeld. Tornázik. És akkor nyújtás. Kiesti. Azon csodálkozok, hogy tovább jutottunk. Végül is ez a művészet. Elsőnek lenni túl egyszerű. Nem baj. Most egy jó tojáspakolás, vagy valamit adjál már, ami csapatmunka és pihenhetek. Csapatos farokfogdosás, tökéletes. Négy csapat, csak nem mi csesszük el. Júj, ezt még el kell mesélni nektek. Tegnap előtt, vagy tegnap játszottam. Döntetlen volt, de annyiszor, nem hiszitek el, 6-szor hosszabbítottak, mert mire az egyik javított a szituáción, a másiktól vett el, és megint döntetlen, és ilyen nem akarok hülyeséget mondani, majdnem ilyen 12 percen keresztül tartott majdnem ez a pálya, mert hogy annyiszor hosszabbítottak, mert állandóan döntetlen lett. És ezt most nem akarom live-ba is. A kékek vesztésre állnak, hát gratulálok magunknak. Rajtam van farok. De hogyha kikapunk, az lesz, ha nyomorultak, van farkammal. Akarom mondani. Jó. Nem állunk annyira vesztésre. Piroska elvette a farkast. Visszaszerzem. Ennyi már el az utamból. Kell a piros farkincám. Add ide! Megmondtam. Most már az enyém. Ez már az enyém. Hozzám van ragasztva. Celluxal. Vagy technokollal. Nekem 8. Csak ne szögezzék rá a farkat, mint szegény fülesre a micimackóba. Annak hogy fájhat. Nem tudom, ezen gondolkoztatok-e már szegény. Kapott egy kis... szöget. Jó, agyilag én meghaltam, gyerekek. Ok! Kurta farkú kismalac, ráncigáljon meg téged, karácsonykó? Tovább jutottunk. Rendben van, Zsombor. Köszi, hogy itt voltál. Én Steamen kívül nem tudom. Vagy Xbox, vagy PS-nek valamelyik pluszjába benne van, de amúgy nem tudod külön. Steamen kell. Megtaláltam a vidit, de nem tudom melyik vagy te. Figyelj, rengeteg adás volt. Dave, arra a sorozatra emlékszel még, hogy állatkert a hátizsákban? Két csávó és egy plüssmajom, imádtam, annyira szar volt. És a pizsamás banánokon is kiégtem, és az is ment, mikor gyerek voltam. Igen, emlékszek, Zsolt, borzalom műsor volt. Oké, hogy ilyen izé lett volna, hogy ilyen többet tudjunk meg az állatokról, meg minden, de írtó cringe. Oké, szia újra. Borzalmas volt, de a két csávónak végül is volt humorérzéke legalábbis, úgy emlékszek, hogy az egyiknek volt, aztán hogy a másiknak is volt-e. Basszus kulcsos rántott húst egyé, amibe beletörik a fogad, ha még egyszer hozzám érsz. Hát ezt most kur elrontottuk. Nem is tudom, mit éreztem ennél. Azt, hogy most lesz jó. De ne lökjél már föl! Te rohadt kis szarházi! Akarom mondani. Küldjetek nekem szupercsetet, Sanaxra kell! Hát és még itt is ellök! És minek áll meg a hülye ott középütt? Nincsen jobb dolga, komolyan mondom, élettelen kis troll takony. Basz meg! Jó. Két perc szünet. Két perc szünet. Király, a béka király. Jött
a lány, és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Hogy megtöri csókja a boszorkányát kár. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán, mégsem változok pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, a béka mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át. Megcsókol mind, aztán megy tovább. De kicsit se fáj. Nem kell két perc. Kifújtam a levegőt, és itt vagyok. Hát figyelj, úgy működik a Steam, hogy forintba vonja le, át kell számolnod. 1 euró 360 forint, számold át. Szia Vivien, éppen nagyon rage-elek, úgyhogy ha hangos leszek, vagy ijesztő, vagy gonosz, nem neked szól. Csak ezt a játékot 2 óránál tovább nem szabad játszani, és én már mindjárt a 3 óra, 4 óránál járok. Ja, amúgy minden rendben van. Reméljük neked jobb napod volt. Hát a babok... Tehát tényleg, amit ma művelnek némely játékosok, borzalmas. Season 2-be, hallod, elindulnak a pályák, én fogok mindenkit végigfogdosni, nem engedem tovább, leszarom, hogy nem jutok be. Az elején elkezdek, dehogy is. Én nem süllyedek le a szintjükre. Season 2-be új lappa indulunk, remélem, hogy ott ugye nincsenek maxszintesek, akik ráérnek trollkodni. És akkor nyugodtan szépen felfedezzük az új pályákat csütörtökön. Vagy nem. Lökjél fel! Gyere, bújj be a... igen. A kapun! Nyitva áll az aranykapu. Bújjál rajta, hülye gyerek. Basszus! Minek lököltek elém azt ezeket a csofat rózsaszín szarokat? Jó, jó, harmadik leszek, ha nem fog le az a kis szar. Negyedik, így is jó. Nagyon szép. Meg vagyunk. Juhu. Húj, de örülünk. Méltóan lezárjuk a Season 1-et, hogy véletlen se fogom visszakívánni a pályákat. Játékosokat meg főleg nem. Á, nem. De megint a rollout, ahol előbb is lefogtak és lelöktek. Jó, most senki ne nyúljon hozzám. Aki hozzám nyúl, levágom a... Na jó, nem vágom le, csak eltöröm. Kedvesebbek vagyunk, nem? Na, ide kellett ám tömörülni ennyien? Na, a galamb. Nem bírok a tömegtől szabadulni. Majdnem lefutottam. És nézd meg, hogy ellökött! Hát kacsa, jössz velem! Nem akarok én erre semmit mondani. Jó, de jó! Még 67 rohadt XP kell, egy pálya. Na jó, nem igaz, mert 60-at ad, akkor még 7 kell, két pálya. Szia, Larapot! Csütörtökön. Ja, holnap után, rosszul mondtam, igen, csütörtökön lesz. Rendben van, köszi, hogy itt voltál, Luca, jó pihenést.
Tehát vagy átviszünk két pályát és megvan a szint, vagy kétszer az első pályát. Fináléba értünk, el se hiszem. Oh my god. Meg lesz a maximt, kérek valami jutalmat, nem tudom. Nyugalom. Szia bodza. Megrohadt az XP, akkor már nem gyűjteném. Hát igen. Semmi baj. Csak már nagyon szét vagyok agyilag, úgyhogy ne várj tőlem semmi aktivitás bodza, majd nézd vissza a live-ot, ha lesz időd. Nem egészséges 3 és negyed óra, vagy lassan 3 és fél órát játszani ezzel a játékkal. De csütörtökön az új szezonnál biztos, hogy csomót játszunk, mert meg kell tanulni a pályákat. Az más, mint amikor már ismered a pályát, és azért nem megy, mert béna vagy. Mondom ezt magamnak. Lökjél fel, mikor csak ugrok, te rózsaszín farkas. Nem a rózsaszín párduc, most már rózsaszín farkas van 2020-ban. A buborék rángatózzon. Addigra megkapod a folgáz, fél szemmel láttam. Gurulját! Jaj, de ügyes vagy, kalózkomám! Gurulóbabok, besztye vagyok. Úgy. Ezt nem érzékelt, hogy a karom belógott? Miért nem? Nekem is lesz. Megkapod csütörtökre? Hát, azt mondják, most volt elvileg a tipp az, hogy 2-3 hét múlva lesz dupla SC, mert mindenki azt mondja, hogy szeptember végén volt, akkor 2-3 hét, nem most. De aztán sose tudni. De mindenki azt tippeli, hogy még sokan lesz dupla SC. De benn maradnak a lovak, nyugi. Én letoltam fél napot ebben a rohadt, akarom mondani, aranyos játékba. Tudom, tudom, Lili. Igen, most már elárulhatom, nyílt titok volt. Lilit kértem meg, hogy segítsen nekem, amikor még nagyon kis szinten voltam, tehát relatív kis, tehát 35-ön vagy 4-en voltam, és 2,5 szintet húzott nekem, és szerzett egy koronát, úgyhogy innen is köszönöm szépen, Lili. Megköszöntem másként is, de az maradjon mi köztünk. Nem rosszra gondolni! Ajándék formájában. Na. Cseresznye szőlő. Mert igenis, Lilit is a barátunknak tekintjük Janával. Cseresznye? Jó. Banán. Narancs, cseresznye. Banán, narancs, cseresznye, dinnye. Banán, narancs, cseresznye, dinnye. Banán, narancs, cseresznye, dinnye. Banán, narancs, cseresznye, dinnye. Cseresznye. Nem hűltem meg, csak tanulok. Szőlő, banán, cseresznye, narancs, alma. 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 Szőlő, banán, rohadt narancs. Ez volt a narancs? Vagy mindenkit beejtünk, jó? Ez volt. Ez az! Megvan a szint! De azért most már lejátszom. Ezen a héten lehet, ha nem, akkor jövő héten. Teljesen jó. Tudsz venni új lovat, mert én holnap nem tudok. Hát holnap én sem, mert dolgozok. Majd pénteken lesz live, akkor tudok. Nálunk tegnap 6 percig tartó tornádó volt. Lehet nem tartott sokáig, de jó ideje nem volt Szlovákiában. Reméljük nem lett bajotok, Harriet a Bitter Rider. Lucy Gaming, szia! Most lesz majd. Ezt vagy átviszem, vagy nem, itt már mindegy, megvan az XP, de azért próbáljuk kimaxolni azt, amit lehet. Most már agyilag meghaltam, teljesen jó. Mennyivel nyugodtabb lett volna egy Beyond Two Souls, vagy egy Life is Strange? Nem volt. Viccelek csak, megszavaztátok, és ti döntöttetek! Ti akartátok, hogy kikészüljek! Hoppá, banán vágjon pofám! Nagyon szépen megyünk. Na a banán, ne gyere már a seggembe. Új, de örülök, hogy ez a barack leesett. Hoppá, futi, futi! Ne fogjál már meg!
akarom mondani. Azt hittem, hogy ez is egy troll, és lefog a végéig. Semmi vész, kéznél van a láncfűrész, nyugalom. Igen, 7000 forintot fizetek azért, hogy agyvérzést kapjak. Nyugalom. Na, az a lényeg, Harry. Hoopsy Daisy. Ez volt az a, ez a másik olyan játék, amit tök ritkán adott be egyébként. És ez is olyan, hogy a vak szerencsém múlik. Erre nincs taktika, nem találtam semmi jó megoldást. Más videósok se, akiket néztem, úgyhogy ez a tényleg a full szerencse, hogy bejutsz vagy nem. Jó, azt vigyétek el. Bocsi, még ha egy csapatban is vagyunk. Azt vedd el. Megyek föl. Ja, hogy fönt egy sincs, hát akkor dobjatok ide egyet. De amikor meg lemegyek, tuti ott lesz fönt. Hát majdnem. Nagyon szép. Semmi. Erre a részre nem ad. Önző. Ott van. Ja, ezt innen nem lehet. Én kérek elnézést. Az, hogy átcsúszott rajta. Ajjaj, jönnek fel a sárgák, mint a talajvíz. Ott az arany! Megszereztem az aranyat! Na ki az ász? Na ki az? Hát én! Megvan az arany, tessék, nehogy kikapjunk már. Csak úgy azért. Jó. De azért még szedjétek a pontokat, mert egy arany az nem elég. Legalább két arany kéne a fix továbbjutáshoz. Nagyon szép. Hoppá. Összekoccan a fejünk. Kockoc. Itt most mennyit ledobott. Enyém. Nagyon szép, megvan. Ott az arany! Jó, azt fel fogja venni a sárga. Nem. De felvette. Így is megnyerjük. Nagyon zsírok vagyunk. Megnyertük. Hát ennyi. Dév az ász. Azért vasárnap, mert szombaton kapok 100-900 kell venni. Tök jó. Egész héten itthon kell lennem. Miért? És finálézunk, tehát azért szépen zárjuk a kört. Ha van Isten, amúgy van, de segítsen meg, hogy legyen egy koronám utolsó live a szezonból, utolsó cucca max szintig, könyörgöm. Ne a forgószar legyen, ne a for... Egy pálya van, amit utálok, és soha a büdös életbe esélyem nincs. Finálé körbe, az pedig ez. Ennyit a koronáról. Hű. Ez gyors halál lesz. Nem! Visszamásztam. Bazd meg! Ez necces volt. Ma kétszer akartam eddig kiesni. Húha. Húha. Oh-oh. Már csak nagyon abba bízok, hogy ne ez akarjon leszakadni ezután. Minusz egy.
Ezért nem bírom, sosem nem látom, hogy hol jön. Nem baj, meg lett a 40-es szint. Meg azért próbálkoztam. Most bezzeg! Na, köszönöm, hogy megkaptam. Nem baj. Én mindent megpróbáltam. Várom azokat a kommenteket, hogy mi az, hogy ő segített. Jaj, dehogy is, ne foglalkozz ilyenekkel. Akik a barátaink, azok a barátaink, és az az én dolgom, hogy miért. Na! Átnézem, hogy van-e olyan, amit még ebből meg akarok venni, mert holnap dolgozok, nem leszek. Itt levetköztetem pucérra a babot. Nudizunk. Így. Tehát. Ez volt a Battle Pass, aki kérdezte. Na, köszönöm szépen, srácok. Jól esik amúgy, hogy kitartottatok velem. Tehát lehet ez az autó racing káros cucc. Tukánaj, póló. Mondja, pólón ezen gondolkoztam egy ideig, de annyira nem vonz. Másik szín. Vagy a Ninjas cucc 14 000-é, de nem tudom mennyibe fog kerülni. Nem annyira akarnám a Ninjat megvenni. Attól, hogy epic. Mert igazából nekem Ninja az van. Tehát, hogy... ha nagyon akarom, ez is egy ninja. Hol a gatyád? És ha ezt nézem, jó, nyilván más. Nem fogom elkölteni. Félek, hogy kudoszba fog kerülni, és hogyha megnézitek, akkor itt a kudosz. 12 500 a legolcsóbb. Ha annyi lesz mondjuk a Battle Pass vagy ez, akkor kell a kudosz. Kelleni fog. Ennyi. Köszönöm, Zsolt. Hát, sikerült a maxolás, én nem hittem volna, de így, hogy meghosszabbították, még holnap tudtok játszani, hogy ti is végigvigyétek ezt. És akkor még egyszer nézzük át, hogy miket kaphattunk itt zárásként. 500 kudoszt, utána ezt a színt, utána megkaptuk ezt a bört, de várja, ez mondjuk úgy jó, hogyha levetköztetem. Egyszer végigmutatom nektek, hogy azért idézzük fel a legszebb dolgokat. Figyelsz, outfit. Nem kell. Nem kell. Tehát aki még most kezdte, és szeretne haladni, meg megszerezni ezekből, mit tud megszerezni, azért most így dupla XP-vel könnyebb. 500 kudosz, szín, minta, korona. Utána megkaptuk ezt a galambaljat, utána ezt a színt, ezt a mintát, galamb felső, kudosz. Megkaptuk ezt az integetést, megkaptuk ezt a fász cuccot, nadrágot, 1500, másik szín, ninja, utána megkaptad a sárga arcot, kudosz, gyakorlatilag a hotdog tetejét, korona, szín, hotdog alja, mint alpok alja, kudosz, sárga, csirkeaj, mint a csészeaj, ez a színezet, ez tetszik, még egy szín, vagyis mintázat, megkaptad a csirke tetőt, 4500 kudoszt, megkaptad ezt a táncikát, megkaptad ezt a mintát, koronát, utána ezt a kardfogú tigrist, ezt a színt, ezt a kéket, kardfogú tigris fejet, a csíkokat, 6000 kudoszt, ezt a cuccot, amúgy ezt sajnáltam volna, ha nem lesz meg, de elengedtem a végén, és mégis meglett, szerintem ez amúgy nagyon jól néz ki, ilyen kis kalózos, és a végén megkaptad ezt, hogy hogy örülni a koronának, de az be sem mutatja. Úgyhogy ez volt az első szezonja a csatornán a Fall Guysnak. Videók még lesznek az első szezonból, feltöltve, meg hogyha lesz esetleg egy montázs, meglátom majd, és a Season 2-vel jó esetben csütörtökön elindítjuk az új szezont, és jaj, pénteken pedig SSO, ha minden igaz, hétvégét meg még nem tudom, lehet, hogy vasárnap lesz Among Us, de sok mindentől függ. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, arra van az ajtó, ennyi, ennyi. Na, mindenkinek jó éjszakát, monguftakát, aki még nem tette, dobjon egy hatalmas lájkot. Ha nem tetted valami miatt, akkor iratkozz fel, kövess be Instagramon,
és találkozunk holnap után. Addig is rengeteg videó és live vár, amit vissza tudsz nézni. Ha új néző vagy, akkor főleg. Legyen szép estétek, Monguftakát, és én is megyek pihenni, és várom Janát. Sziasztok!